Steven El Petranek Életünk a Marson Fordította Garamvölgyi Andrea Felolvassa Ambrus Attila József Ez a hangos könyv a Látássérült Emberek Megsegítésére című projekt keretében készült 2018. január 4-én. A hangos könyv kereskedelmi forgalomba nem hozható. Azt akarom, hogy az amerikaiak nyerjék meg az új munkahelyeket teremtő felfedezésekért folytatott versenyt. Kilépve a világűrbe, és nem csak egy-egy látogatás erejéig, hanem hosszabb időre. A múlt hónapban az újjáélesztett űrprogram keretében fellőttünk egy űrhajót, amely majd amerikai űrhajósokat visz a marsra. Barack Obama elnök évértékelő beszéde. 2015. Január 20 Bevezetés A nagy álom Íme egy jóslat 2027-et írunk A két ragadozó, vagyis a Raptor 1 és a Raptor 2 névre keresztelt két áramvonalas űrhajó végre elérte a Marsot, és most 243 napnyi megterhelő utazás után lassan körözni kezd a vörös bolygó felszíne felett. A Raptor 1 marsra szállását a becslések szerint a Föld lakosságának fele élőben nézi, sokan hatalmas köztéri LCD kivetítőkön. A Föld és a Mars pályájának ebben a kereszteződésében mintegy húsz perc kell ahhoz, hogy a jelek elérjék az anyabolygót, így a földlakók most egyfajta tér időgörbületben ragadtak. Amikor az űrhajó marsot ér, még nem tudni, hogy a fedélzetén utazó négy űrhajós életben van-e. Útközben sok minden történhetett. Közel egy évtizednyi várakozás előzte meg ezt a pillanatot, amikor is az űrjármű centiméterről centiméterre közelít a mars felszínéhez, miközben a fékező rakéták okozta széllöket vörös porfelhőkbe borítja a kietlen tájat. Miközben a földi közönség feszülten figyeli az eseményeket, a hírolvasó felidézi azt az évekkel korábbi sajtótájékoztatót, amely sokkolta a közvéleményt és igen kínos helyzetbe hozta a názát az űrügynökség még mindig legalább két évre volt attól, hogy emberekkel a fedélzetén is tesztelhesse a marsra szánt űrhajóját. Azon az emlékezetes napon ugyanis ennek a magánakciónak a szellemi atya bejelentette, hogy cége hamarosan utasok szállítására alkalmas óriás rakéták gyártásába kezd, és egy évtizeden belül képes lesz egy vagy akár két ilyen rakétát is eljuttatni a vörös bolygóra, végrehajtva így a történelem első emberes marsra szállását. Míg a Raptor egy befészkeli magát a mars egyenlítőjéhez közeli egyik hatalmas kráterbe, addig a fedélzeten tartózkodó astronauták gondolatban már egy lépéssel előrébb járnak. Minden perc számít. Ha az első űrhajó landolása során minden rendbe megy, a Raptor 2 pár órán belül követheti, a fedélzetén még több utassal. Az űrhajósok legfontosabb tennivalóinak listáján első helyen szerepel a lakóhelyül szolgáló alaptábor felállítása. Az ehhez szükséges eszközök teszik ki az űrhajókon érkező rakomány jelentős részét. Ezen kívül fel kell fújniuk az épületeket, azokat a különleges anyagból készült kupola alakú, megfelelő légnyomás biztosító sátrakat, amelyek egyrészt tágas lakóteret kínálnak, másrészt üvegházként még növénytermesztésre is szolgálnak. A földi és a marsi környezet között van némi hasonlóság. A Földön sok helyütt találni a Mars felszínére emlékeztető területeket. Ilyenek például az Antarktis szárazvölgyei, vagy havai vulkánjainak sivatagos fensíkjai. Más tényezők viszont rendkívül nagy kihívást fognak jelenteni. Egy nap a marson csak 39 perc 25 másodperce hosszabb, mint a földön, ám egy marsi év sokkal hosszabb a földi évnél. 687 nap. Így az évszakok kétszer annyi ideig tartanak. A mars ellipszis pályája elnyújtottabb, mint a Földi, az évszakok emiatt sokkal szélsőségesebbek. A déli féltekén a nyarak melegebbek, a telek hidegebbek. A marsra érkező első telepeseknek feltett szándéka, hogy két alaptábort is felállítsanak: egyet az egyenlítő alatt a déli féltekén a nyári időszakra, és egyet az egyenlítőtől északra, a téli hónapokra. De most a marsra lépő első embereknek 24 órán belül neki kell kezdeniük a legfontosabb feladatuknak, Vizet kell találniuk. Igazolniuk kell a náza egységeinek és műholdjainak előrejelzéseit, miszerint van annyi víz a felszíni talajban, az úgynevezett regolitban, amennyi a vízfogyasztásuk fedezésére és a későbbi oxigéntermelés céljából történő raktározásra is elegendő. Az űrhajósok szándékosan választották leszálló pályának azt a krátert, amelyben a náza műholdja egységes fagyott vízfelszint észlelt. Ha az a fényes folt mégsem jég lenne, akkor az űrhajósoknak keresniük kell egy másik helyszínt, lehetőleg valahol a közelben, ahol a regolit nagy arányban tartalmaz jeget. Ha ilyen jég nincs a közelben, akkor az astronauták radarral keresnek rétegvizet, majd lefúrnak a mélybe. Még jóval azelőtt, hogy a következő hajóflotta megérkezne, úgy két évvel később, az űrhajósoknak fel kell húzniuk néhány állandó épületet, valószínűleg saját készítésű regolit téglából. Bár ebben a napsütésben viszonylag meleg az idő, körülbelül 10 Celsius van. A sötétség beköszöntével a hőmérséklet meredeken zuhanni kezd, és olyan hideg lesz itt, mint egy húzósabb éjszakán a déli sarkon. Az egyenlítő közeli landolásnak köszönhetően az űrhajósok ki tudják használni az enyhébb időjárást. Itt nyári napokon akár 21 Celsius fokot is elérhet a hőmérséklet. Éjszaka viszont akár mínusz 73 Celsius fok is lehet. Ezért olyan épületekre lesz szükség, amelyek megfelelő szigeteléssel kellő védelmet nyújtanak, de nem csak a hideg ellen, hanem a vékony atmoszférán szinte teljesen akadálytalanul áthatoló napsugárzással szemben is. Abban az esetben, ha minden balulsül el, az űrhajósok nem találnak megfelelő vízkészletet, a sugárhatás erősebb, mint várták, és az egyik űrhajó landuláskor komoly sérüléseket szenved, akkor az űrhajósok meghúzzák magukat, és kivárják a megfelelő alkalmat, amikor megkezdhetik hosszú útjukat vissza a Földre. Minden egyéb esetben viszont itt maradnak. Ezek az emberek, akik elsőként lépnek erre a látszólag élettelen, az otthonuktól mintegy 400 millió kilométerre található bolygóra, épp olyanok, mint elődeik a nagy felfedezők és gyarmatosítók voltak, akik hegyeket másztak meg, óceánokat szeltek át, hogy új földeket fedezzenek fel, és új életet kezdjenek. Ám a sok hasonlóság ellenére ezek az űrutazó pionírok minden elképzelhető szempontból fontosabbak, mint valaha volt bármelyik elődjük. Hogy ők most ott vannak a marson, az az emberi tudás eddigi legnagyobb teljesítménye. Bárki, aki látta Neil Armstrong 1969-es holdra lépését, tanúsíthatja, hogy abban a szent pillanatban egy másodpercre még a föld is megszűnt forogni. Olyannyira elképesztő és csodálatra méltó teljesítmény volt ez, hogy sokan még ma is Hollywoodi trükkfelvételnek hiszik az egészet. Amikor az űrhajósok a holdra léptek, az emberek azt kezdték mondogatni, ha el tudunk jutni a holdra, akkor bármire képesek lehetünk. Ezt úgy értették, bármire képesek lehetünk itt a Földön, meg annak közelében. Eljutni a Marsra, ennek már egészen más lesz az üzenete. Ha el tudunk jutni a Marsra, akkor bárhová eljuthatunk. Ennek a teljesítménynek a fényében az olyan science fiction alkotások, mint a csillagok háborúja, vagy az űrszekerek kezdenek valóságossá válni. A Saturnus és a Jupiter holdjainak feltárása is elérhető közelségbe kerül megindulnak a szerencsevadászok, akik még a kaliforniai aranyláz fene gyerekeit is lepipálják. És ami a legfontosabb, képzeletünk lerázza végre a föld gravitációjának békjóját, és tényleg a csillagos ég lesz a határ. Az a pillanat, amikor az első ember a marsra lép, technológiai, filozófiai, történelmi és felfedezés történeti vonatkozásban is nagyobb jelentőségű pillanat lesz, mint eddig bármelyik, mert többé már nem csak egy bolygós faj leszünk. Ezek a felfedezések csupán a kezdetét jelentik egy sokkal ambíciózusabb tervnek, amelynek célja nem csupán a mars meglátogatása és egy kolónia megalapítása, hanem az egész bolygó áttalakítása, ha úgy tetszik, terraformálása, vagyis földszerűvé alakítása. A vékony széndiokszidból álló légkört kellőképp feldúsítják oxigénnel ahhoz, hogy az ember lélegezni tudjon. A mínusz 62 Celsius fokos átlaghőmérsékletet az elviselhetőbb mínusz 6 Celsius-ra emelik, a kiszáradt folyó és tómedreket feltöltik vízzel, és ezen a klímán egyben a széndiokszid dús környezetben is megélő lombos növényeket telepítenek ide. A most érkező asztronauták által elindított folyamat talán még ezer év múlva sem fejeződik be, de hosszú távra tekintve az emberiség új otthon teremthet magának, egy előretolt állást a legtávolabbi határon. És mint sok más ilyen előretolt állás, erőforrások, életszínvonal és vonzerő tekintetében előbb-utóbb ez is felveszi a versenyt a hátországgal. Ezek az úttörők a messzi jövőbe vezető utazásra indulnak, Küldetésük végső célja egy olyan űrutazó társadalom megalapítása, amelynek tagjai egész űrrepülő térhálózatot működtetnek, ahonnan a rakéták könnyen felszállhatnak egy-egy alacsony gravitációjú bolygóról. Ezekről az állomásokról az emberek elutazhatnak majd a naprendszer peremvidékeire. Aszteroidákat bányázhatnak, és ellátogathatnak a Jupiter és a Szaturnusz holdjaira. Amikor ezek a rakéták a közeljövőben leszállnak a Marson, az messze nem csupán a felfedezések történetének nagy pillanata lesz. Nem kevesebb lesz, mint az emberiség életbiztosítása. Földi létünket ugyanis komoly és valós veszélyek fenyegetik. Nem biztos, hogy meg tudjuk menteni a kék bolygót az ökológiai pusztulástól, vagy magunkat egy esetleges atomháborútól. Ha összeütköznénk egy aszteroidával, az szinte teljesen megsemmisíteni az életet a Földön. Ráadásul egyszer a saját napunk is vörös óriássá duzzad, és elpusztítja a földet. Muszáj tehát űrútazókká válnunk, még jóval azelőtt, hogy ez bekövetkezhetne. Akik nem csak egy másik bolygón, de akár egy másik naprendszerben is képesek a túlélésre. Így az emberiségnek az első marsi emigránsok jelentik a legfőbb reményt a fennmaradásra. Az ő aprócska bázisuk idővel egész kolóniává növi ki magát, sőt talán egy új fajjá is, amely aztán gyors terjeszkedésbe kezd. Az őket marsra juttató vállalkozás újabb seregnyi rakétát épít, ezek egyenként akár száz fővel is bővítik a kolóniát. A cél, hogy néhány évtizeden belül már egy életképes, nagyjából 50 ezer fős közösség éljen ezen a bolygón. Bennük tovább élne az emberiség addig megszerzett minden tudása akkor is, ha mi földön maradottak, végleg semmivé leszünk. Az igazság az, hogy már legalább harminc éve eljuthattunk volna a marsra. Úgy egy évtizeddel azután, hogy az Apollo 11 embereket vitt a holdra, megvethettük volna a lábunkat a vörös bolygón is. Az ehhez szükséges technológia régóta rendelkezésünkre áll. Egyszerűen csak úgy döntöttünk, nem élünk a lehetőséggel. Hogy miért? Nos, ennek a hibás döntésnek igen érdekes dolgok állnak a hátterében, amelyeket érdemes megismernünk. Kiderül belőlük, hogy egyetlen amerikai elnök egyetlen döntése elég volt ahhoz, hogy évtizedekre visszavesse az űrutazást. Ám a holdra szállás két emberöltőnyi földlakót inspirált arra, hogy megvalósítson szinte mindent, ami emberi észszel elképzelhető. Már közel öt évtizeddel ezelőtt adott volt minden ahhoz, hogy kilépjünk a naprendszer távoli régióiba, és még tovább. Most azonban a magáncégek piacra lépése újra utat nyitott a csillagok felé. Lehet, hogy a felfedezés iránti vágy a dns van kódolva, a Homo sapiens, mint egy 60 ezer évvel ezelőtt kelt először útra, hogy elhagyva Afrikát, addig vándoroljon a horizont felé, amíg be nem népesíti az egész planétát. Lehet, hogy a felfedezés szoros összefüggésben áll az emberiség fennmaradásával. De tagadhatatlan tény, hogy ez együtt járt a már lakott területek gyarmatosításával, egész kultúrák rombadöntésével és az erőforrások elrablásával is. A mars benépesítése sokkal hamarabb bekövetkezik, mint azt a legtöbben gondolnánk, és a folyamat teljesen szabályozatlanul megy majd végbe. Ebben a könyvben most elsősorban azt a döbbenetes tényt járom körbe, miszerint az ember ma igenis képes arra, hogy a marson építkezzen. Ez az írás ugyanakkor figyelmeztetés is. A mars meghódítása óriási lehetőség, de számos buktatója is van. Most kell ezen elgondolkodnunk. 1. Das Mars Projekt amikor Robert Goddardnak 1926-ban sikerült a hihetetlen, 12,5 méteres magasságig juttatni a világ első folyékony hajtóanyagú rakétáját, vajon megfordult a fejében, hogy 101 évvel később ember landol a marson? Pedig innen már meglepően egyenes út vezetett a célig. 2027-ben marsra szálló első űrhajósok egyetlen vonallal összeköthetők egy bizonyos személlyel, a második világháború idején SS tisztként szolgáló Werner von Braunnal. Amikor a Goddard találmányainak továbbfejlesztéséből született gépek pusztulást hoztak Londonra, nyilvánvalóvá vált, hogy Braunnak jó érzéke van a rakétatechnikához. Ő adta Adolf Hitler kezébe az egész világot megrázó rémuralom fegyvereit. Ám 1948-ban, mindössze négy évvel azután, hogy Von Braun csúcs technológiájú v rakétája átrepült az északi tengert, a 36 éves mérnök már a texasi Fort Blissben élt német rakétatudós kollégáival együtt, akik hozzá hasonlóan mind megadták magukat az amerikaiaknak. A beszámolók szerint az amerikai hadsereg csapata, amely kiszöktette Von Braunt és mérnök társait Németországból, csak is kísérettel engedte őket elhagyni a bázist. Így a német tudósok egész álló nap más sem csináltak, mint hogy átplantálták rendkívüli szaktudásukat azoknak az amerikaiaknak a fejébe, akik épp egy ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgoztak. De amúgy nem sok dolguk volt. Így a világ legfejlettebb rakétaprogramjának egykori vezetője úgy döntött, könyvet ír kedvenc témájáról, az űrkutatásról. A könyv végül Das Mars projekt címen csak 1952-ben jelent meg, és akkor is csak németül. Az Illinois Egyetem kiadója a University of Illinois Press gondozásában 1953-ban kijött angolul is The Mars Project címen. A mai napig ez a 91 oldalas írás a valaha volt legnagyobb hatású kézikönyv az űrutazásról. Sohasem vált idejét múltá, és nagy része még ma is útmutatóként szolgál ahhoz, hogyan lehetne embereket juttatni a marsra. Von Braun óriási léptékű álmot vetett papírra könyvében. 70 ember, 10 űrhajó, ebből három teher szállító, melyek nem is térnének vissza a földre. Úgy vélem, ideje egyszer s mindenkorra leszámolni a magányos űrrakéta és a maroknyi bátor és merész űrhajós csapat elméletével írta von Braun. Egy számagában egyetlen ilyen űrtermosz sem tudna soha kilépni a föld gravitációs mezőjéből és elindulni a mars felé. Az volt a terv, hogy az űrhajót egy föld körüli pályán keringő űrállomáson építik meg. A felszerelést és a rakományt összesen 46, teljesen újra felhasználható háromfokozatú rakétával vinnék fel. Az első két fokozat ejtőernyők segítségével térne vissza a földre, míg a harmadik fokozat szárnyakor repülne haza. Ez az elképzelés, amely 1948-ban született meg, amikor von Braun számításainak nagy részét végezte, megelőlegezte az űrrepülőgép születését, valamint az űrkutatással foglalkozó Space Exploration Technologies Corporation jelenlegi munkáját. Egy föld körüli pályán keringő, újra felhasználható, 24 órán belül újra tankolható és újra fellőhető rakéta kifejlesztésén dolgoznak. 1953-ban von Braun úgy becsülte, hogy 950 kompjáratra lenne szükség ahhoz, hogy megépüljön és üzemanyaggal telve indításra készen álljon a 10 mars hódító űrhajó. A német mérnök által elképzelt marsutazáshoz szükség volt a Hochmann pálya, vagy Hochmann Transfer pálya nevű üzemanyag spóroló műveletre, ennek révén a föld körüli pályán keringő űrhajónak elegendő rövid időre begyújtani a rakétáit ahhoz, hogy egy elliptikus pályára álljon, amely metzi azt a pályát, amelyen a mars kering a nap körül. Ezek után az űrhajó üzemanyag felhasználás nélkül lebeghet egészen addig, amíg a mars közelébe nem ér. Ott másodszor is begyújtja a rakétákat, és ezzel mars körüli pályára áll. Egy kicsit olyan ez, mint amikor Tarzan egy hosszú indán hintázik két távoli fa között, majd elkap egy rövidebbet, amelyikkel már a kiszemelt ágra érkezik. Ehhez a manőverhez tökéletes időzítésre van szükség, és pontosan ismerni kell a föld és a mars pályájának egymáshoz viszonyított helyzetét. Egy mars expedíció megindítására körülbelül 25 havonta kínálkozik megfelelő alkalom, de az energetikailag kedvező Hohmann pálya használatának bizony megvan az ára. Az odaút is, vissza is nyolc hónapig tart. Úgy 15 évente találkozik a két bolygó pályája oly módon, hogy a kettejük közötti távolság és így az utazás ideje is jelentősen lecsökkenjen. Ám számtalan egyéb elmélet született arról, hogyan lehetne a lehető legkisebb üzemanyag felhasználással eljutni a marsra. Létezik olyan javaslat is, hogy a Hohmann pálya íve helyett az egyenesebb utat kell választani, de ez rengeteg üzemanyag elégetésével járna. A még csak elméleti síkon létező meghajtórendszerek, mint például a magfúziós vagy a nukleáris elektronikus meghajtás kevesebb, mint 90 napra rövidíteni az oda- és a visszaútat. Ha von Braun terve megvalósul, az űrhajósoknak mintegy 400 napot kellett volna a marson kutatással eltölteniük, mielőtt a föld újra megfelelő helyzetbe kerül, és megkezdhetik a visszautat egy újabb Hochmann pályán. A Das Mars projekt még jóval azelőtt íródott, hogy a kutatók felfedezték volna a Van Allen sugárzás jövet, a földet pajszerűen védő zónákat olyan nagy energiájú töltött részecskék alkotják, amelyek a mars körül nem találhatók meg. De nem ismerték még a hosszú ideig tartó súlytalanság következményeit és a napsugárzásának erősségét sem. Von Braun a kozmikus háttérsugárzásra végezte el a számításait. Továbbá ismeretlenek voltak a kor tudósai előtt a vörös bolygó valós földrajzi adottságai is, sőt, igazából a légkör sűrűségére vonatkozó legalapvetőbb becsléseken kívül szinte semmit sem tudtak a marsról. Von Braun könyve egy évtizeddel azelőtt íródott, hogy 1957-ben útjára indították a világ első műholdját, a Sputnik 1-et. A szerző el is ismeri, hogy nem számolt a meteorok kockázatával, de már ő is aggódott a súlytalanság miatt, és terveket készített arra, hogyan lehetne kábelekkel összekötni az űrhajó flottilla tagjait, és megpörgetni őket egymás körül, mint egy tucat jojót, hogy mesterséges gravitáció jöjjön létre. Amikor a NASA Mariner 4 nevű leszálló egysége 1965-ben elrepült a Mars mellett, két megdöbbentő információt sugárzott vissza a Földre. A Mars légköre sokkal vékonyabb, mint azt a tudósok korábban feltételezték. Lényegében nincs is légköre és nagyon kicsi az esélye annak, hogy a bolygón lenne bármiféle élet. Von Braun, ahogy az 1960-as években sok más földlakó is, gyakran eljátszott a gondolattal, hogy a mars felszín alatti kertjeiben talán idegen lények élnek. 1949-ben még írt is egy ilyen civilizációról, mint egy megírta a Das Mars projekt változatát. Még mini űrhajókat is tervezett, hogy legyen mivel eljutni a mars körüli pályáról a bolygó felszínére, bár ezek ilyen vékony atmoszférában nem tudtak volna repülni. Von Braun mégis gondolt a váratlanul felmerülő nehézségekre, számos B-tervet is kidolgozott, és ezeket a kis űrjárműveket úgy tervezte meg, hogy a szárnyaikat le lehessen választani. Von Braun azzal is számolt, hogy negatív pszichés következményei lehetnek annak, ha az emberek hosszú hónapokon, sőt akár éveken át kis helyre összezsúfolódva kénytelenek együtt utazni. Olyan űrhajót is tervezett, amely ingajáratban szállítaná az ellátmányt és az űrhajósokat a főhajók között. A Von Braun tervei alapján elvégzett későbbi számítások szerint fejenként körülbelül 12 tonna oxigént, és utasszállító hajónként mintegy 8 tonna élelmet, meg 13 tonna ivóvizet vihettek volna magukkal. A szennyvizet és a levegő páratartalmát valamennyi hajón újrahasznosították volna. A könyv műszaki mellékletében az űrepüléssel kapcsolatos egyik statisztikai adat kiugrik a többi közül. Az a rendkívül nagy mennyiségű üzemanyag, ami ahhoz kell, hogy az űrhajó legyőzze a Föld gravitációs erejét. Fon Braun flottájában a tíz hajó mindegyike egyenként valamivel több mint 3500 tonnát nyomott, és ebből a rakéta üzemanyaga a 3000 tonnát is meghaladta. A visszaúton a hajók eredeti tömegüknek már csak a valamivel több mint az 1%-át tették volna ki. A Das Mars projekt a rendkívüli előrelátás és a szintiszta mérnöki zsenialitás terméke volt. Ám Von Braun és Robert Goddard is oly messze megelőzte a korát, hogy az értetlen vezetéstől csupán negatív propaganda, kritika és rosszallás jutott neki részül. Amikor Goddard kijelentette, hogy egy rakéta akár a Holdra is el tudna jutni, a hír a The New York Times címlapjára került, ám a belső oldalon, a vezércikben a lap csupán gúnyolódott a mondottakon. Közel két évtizeddel később, egy nappal azután, hogy az Apollo 11 elindult a hold felé, a lap egy helyesbítésen követte meg Godardot. Az 1950-es évek elején, amikor Von Braun sorozatban nyújtotta be a marsra szállás módosított tervezeteit, elképzelését sokan abszurdnak tartották. Még a tudósok és a mérnökök is. Több száz rakéta, amelyeknek a rakományából a föld körül keringve megépülne tíz óriási bolygóközi űrhajó, több ezer tonna üzemanyaggal, oxigénnel és élelemmel megrakva? Komolyan? De az amerikai közvélemény fantáziáját igenis megragadta az ötlet. 1954-ben a Collier's magazin nyolc részes sorozatot jelentetett meg az űrutazásról, benne Von Braun leírásával arról, pontosan hogyan is juthatnánk el a marsra. A bolygóközi űrutazásról már Von Braun előtt is sokan szőttek ábrándokat, de senki sem állt még elő műszaki tervekkel és pontos kalkulációkkal. Von Braun javaslatában benne volt minden. görbék, egyenletek, műszaki rajzok és számítások. Még az indulás dátumát is meghatározta. 1965. És mindezt véresen komolyan is gondolta. Úgy vélte, hogy a marsaszállás elképzelése és megvalósítása közötti egyetlen különbség az elhatározás. Ahhoz, hogy átérezhessük a Das Mars projekt valódi jelentőségét, idézzük fel Carl Sagan 1985-ben megjelent kapcsolat című könyvét. Ebben a fantasy regényben az ismeretlen térben és időben élő idegen civilizáció leküld a földre egy műszaki leírást, amely részletesen ismerteti, hogyan lehet olyan űrhajót építeni, amelyel az emberek eljuthatnának az idegenek világába. Az 1950-es években a legtöbb föld lakó számára von Braun képviselte volna ezt az idegen civilizációt, amely megajándékoz minket a világegyetem felfedezésének kézikönyvével. A különbség csupán annyi, hogy a Das Mars projekt nem a fantázia szüleménye volt. Az 1960-as évek végére von Braun, mint a Saturn 5 rakéta szellemi atya, széles körű tiszteletet vívott ki magának. Ez a rakéta juttatta el a Holdra az Apollo astronautáit. Von Braun egyre növekvő hírnevét felhasználva verni kezdte az asztalt a Názánál és a kongresszusban. Követelte, hogy az amerikai űrkutatás következő állomása a vörös bolygó legyen. Egykori terveiben, amit boldog-boldogtalannak előadott, már csak két nukleáris hajtóművel ellátott űrhajó szerepelt, az indulás dátumát pedig az 1980-as évekre tette. A korábbi tervektől eltérően ez eljutott Nixon elnök asztalára. Kellett egy terv arra vonatkozóan, hogy mi következzen az Apollo program után. Ám von Braun javaslatát kiütötte a nyerekből a Space Shuttle program. Részben azért, mert a katonai hírszerzési szervek úgy vélték, egy ilyen űrrepülőgépnek jó hasznát vennék a kémműholdak pályára állításában és karbantartásában bár elvileg a NASA minden tevékenységének nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie, az 1982 és 1992 között eltelt tíz évben az űrhivatal 11 titkosított küldetést indított útnak. Az űrrepülőgépet elsősorban katonai és hírszerzési igényeknek megfelelően alakították ki. Ráadásul Nixon úgy döntött, kivonja a forgalomból a von Braunféle Saturn 5-öt a világ legnagyobb és legjobb terhordó rakétáját. Ám enélkül a hajó nélkül a bolygóközi utazásnak befellegzett. Ha akkor az Egyesült Államok vezetése nem a Space Shuttle program, hanem a Mars expedíció mellett kötelezi el magát, akkor ma már állandó bázisunk lehetne ott. Von Braun látva, hogy ő és a NASA homlok egyenest ellenkező elképzeléseket dédelgetnek, 1972-ben ott hagyta az űrhivatalt. A Das Mars projekt első megjelenése óta eltelt 65 évben a Mars képletesen szólva egyre közelebb került hozzánk. Ma már nem csak a bolygó felszínének tanulmányozására 2012-ben odaérkezett autóméretű Curiosity által készített fotókról ismerjük, de ha a NASA és Nixon komolyabban vette volna von Braun tervét, akkor ma már astronauták is ülnének abban a járgányban. A Space Shuttle program hosszú, lassú haldoklásra ítélte az amerikai űrprogramot, és kioltotta az űrhivatalból, ha nem az egész amerikai népből a szenvedélyt és az ambíciót. A csillagok meghódítása helyett űrsétákra pazarolták el erőforrásaikat, ám ezekre a kutya sem volt kíváncsi. A NASA leragadt egy olyan idejét múlt rakétahajtású repülőgép tervénél, amely vajmi kevéssé szolgált az űrutazás fejlődését, túlságosan gyakran zuhant vissza a földre, és uticélja sem volt, amíg meg nem épült egy űrállomás, ahol kiköthetett. Létjogosultságának utolsó gyenge pillére volt az, hogy űrhajósokat és rakományt szállított a nemzetközi űrállomásra, amely maga is egy nagy halom felesleges vas. Sir Martin Rees, Nagy-Britannia nagyra becsült királyi csillagásza is lesújtó véleménye volt a nemzetközi űrállomásról. Abban mindenki egyetért, hogy az űrállomáson végzett tudományos munka ráfordított összegeknek legfeljebb a töredékét tudja csak igazolni. Azzal az elsődleges célral jött létre, hogy életben tartsa az emberes űrprogramot, és hogy megtudjuk, hogyan lehet élni és dolgozni az űrben. E téren a legpozitívabb előrelépés mégis az, hogy megjelentek a piacon a magáncégek, és ezek képesek a NASA-nál és annak hagyományos partnereinél is sokkal olcsóbban kifejleszteni a technológiákat és a rakétákat. A NASA azzal, hogy évekig csak totojázott és megengedte a kivitelezőinek, hogy haszonkulcsal növelt önköltségi alapon dolgozzanak, szélesre tárta a kaput a magánvállalkozók előtt. A 135 űrrepülőgépes küldetés mindegyike átlagosan több mint egy milliárd dollárba került. Egészen biztosan van valaki, aki képes jobban, gyorsabban és olcsóbban megcsinálni azt, amit a náza csinált. Nos, ezek a valakik most megérkeztek, és valóra váltják a marsutazás álmát. 2. A nagy piaci rakétaverseny Kijutni az űrbe. Ez mindig is a kormányok kiváltságának tűnt hiszen ők tudják megfizetni a magas belépési költséget. A Boeing és a Lockheed Martin űrhajós vállalkozása is javarészt azért jöhetett létre, mert a NASA és az amerikai hadsereg hajlandó volt haszonkulcsal növelt önköltségi alapon szerződni velük. Aztán úgy 30 évvel ezelőtt három fiatalember, akik még a Harvard üzleti karán ismerkedtek össze, úgy döntött, azzal fognak pénzt keresni, hogy rakétákat építenek, és műholdakat küldenek fel az űrbe. Már a startupjuk az Orbital Science Corporation keretein belül tervezték meg a saját egyedi háromfokozatú szárnyas rakétájukat, amelyet egy nagy utasszállítógép repülőgép szárnya alá rögzítettek. A rakéta a Pegasus nevet kapta. A repülő felvitte a rakétát 12.000 méter magasra, megadva neki az olcsó kezdőlökést ahhoz, hogy föld körüli pályára álljon. A Pegazus azóta 42-szer repült és világrekordot állított fel azzal, hogy csupán háromszor futcsolt be. Az Orbital Science a rakéták és műholdak tervezésével és építésével sikeresen talált magának egy piaci rést. Mostanáig több száz műholdat és leszálló egységet épített és bocsátott fel az űrbe telekommunikációs cégek, kormányok és a NASA megbízásából, némelyiket átkonfigurált interkontinentális ballisztikus rakétával. Az utóbbi években, köszönhetően a NASA szerződéseinek, tanácsainak és bátorításának, az Orbital Science épített egy új rakétát, az Antareszt, és egy űrhajót, a cygnus amely sikeresen szállított ellátmányt a Nemzetközi űrállomásra, méghozzá az űrrepülőgép használat költségének töredékéért. A cég nyereségesen működik, időközben összeolvadt egy másik űrhajóépítő céggel, részvényeit pedig a New Yorki tőzsdén is jegyzik, Orbital ATK néven. Miközben az Orbital Science alapítói a vállalkozásukat építgették, a Martin Marietta Materials egyik űrtechnológiai mérnökét, Robert Zabrin izgatni kezdte a kérdés, vajon miért nem törekszünk már a mars felé. Zabrin hosszan és alaposan elgondolkodott azon, hogy mi kellene a Mars lakhatóvá tételéhez, és számításaival új szintre emelte a témában kialakult diskurzust. Von Braunhoz hasonlóan ő is úgy látta, hogy már minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll. Mars Direct című javaslatában Zabrin egy költséghatékony és egyszerű emberes Mars misszió terveit vázolta fel. A názának tetszett az ötlet, de amikor az elhatározást hosszú idő elteltével sem követte tett, Zabrin nekifogott és írt egy könyvet The Case for Mars címmel, és ötlete támogatására 1998-ban megalapította a Mars társaságot. Nemrég pedig két holland, Baz Lenzdorb és Arno Wilders hozott létre egy nonprofit vállalkozást Mars van néven, méghozzá azzal a céllal, hogy utakat szervezzenek a vörös bolygóra, csak oda. Terveik szerint az érkezés várható dátuma 2025. A Mars van tehát azt állítja, hogy 2025-ben négy embert juttat el a Marsra, ha előbb odaszállították a szükséges rakományt, a lakóhelyeket és a marsjárókat. A vállalkozás anyagi hátterét a közvetítési jogok eladásával tervezik megteremteni. A csapatnak azonban nincs rakétája, sem űrhajója, ami odavinné őket és csak nemrég írták alá a szerződést a Lockhead Martinnal arra, hogy tanulmányozzák az efféle járművek megvalósíthatóságát. Aztán ott van Dennis Tito, az első magánszemély, aki jegyet váltott az űrbe, amikor a hírek szerint 20 millió dollárt fizetett az oroszoknak. Tito non-profit szervezete az Inspiration Mars igen optimista módon azt tervezi, hogy már 2021-ben felküld a Marsra egy kisebb űrhajót, fedélzetén egy házaspárral. Ez az űrhajó talán épp a nemzetközi űrállomásra szánt, embereket is szállító Crew Dragon lesz, amelyen a SpaceX jelenleg is dolgozik. Az űrhajó körpályán közelítené meg a marsot, így a pár közel másfél éven át utazna majd egy apró kabinban összezárva. Az Inspiration Marsnál pontosan ezért gondolták úgy, hogy egy házaspárt küldenek fel. A magány és az ingerszegény környezet átvészeléséhez Titó szerint nem árt, ha van valaki, akit néha megölelhet az ember. Az indítást 2018-ra tervezik, mert akkor a két bolygó pályájának 15 évente bekövetkező együttállása révén az 501 napig tartó úton úgy érhető el a mars, hogy csak egyszer kell begyújtani a rakétákat. Az út többi részében csak lebegnének, majd megkerülnék a bolygót, és visszalebegnének a Földre. Azonban az út megtételére alkalmas rakéta még nem létezik. A NASA hordozórendszere, a Space Launch System, amelynek 2018-ra kell elkészülnie, ugyan el tudna juttatni egy űrhajót a Földről a Marsra, de alig ha fogják kölcsönadni egy ilyen magánakcióra. Tito elárulta a B-tervet is, miszerint 2021-ben indítanának el egy űrhajót, amely így a Vénusz megkerülésével jutná el a Marsig. Az Amazon vezér Jeff Bezos, a Google társalapítója Larry Page, a Microsoft társalapítója Paul Allen, valamint a vállalkozóként és felfedezőként is ismert Sir Richard Branson szintén dollármilliókat fektet abba, hogy így vagy úgy, de beszállhasson az űrversenybe. E téren ma még épp akkora a káosz, mint hajdanán a vadnyugaton volt, csak a határ ezúttal a csillagoség. Bár szép számmal akadnak olyan magánprojektek, amelyek embereket akarnak küldeni a Marsra, valójában csak egyetlen cég képes erre hihető ígéretet tenni, még azelőtt, hogy a NASA végre elszánná magát. Ahogy egyetlen vonallal összeköthető Werner von Braun és az Apollo 11, úgy, amikor majd 2027-ben astronautákkal a fedélzetén a Marsra érkezik a leszálló egység, az szintén egyenesen összeköthető lesz Elon Musk nevével, mert azon az űrhajón minden valószínűség szerint a SpaceX logó fog diszelegni. Musk vitathatatlanul korunk legambiciózusabb vállalkozója. Hét évvel azután, hogy fizikus hallgatóként otthagyta a Stanford PhD képzését, eladta tulajdon részét az általa alapított PayPal és Zip2 vállalkozásokban, amivel a hírek szerint 324 millió dolláros vagyóra tetszert. Ebből a tőkéből hozta létre 2002-ben a Space Exploration Technologies corporation röviden a SpaceX-et. Majd társával közösen megalapította az autózás világát forradalmasítani hivatott Tesla Motors-t. Emellett Musk elszánt környezetvédő és a napenergia lelkes híve. Az általa gyártott teszlák szó szerint napfénnyel működnek. 2013-ban Musk előállt egy különleges, nagysebességű vákumcsöves közlekedési rendszer a Hyperloop ötletével, amelyet aztán közkincsített. Egy ilyen Hyperloop cső Los Angeles és San Francisco között 30 percre csökkenteni az utazás idejét. Musk épp akkor hozta létre a SpaceX-et, amikor úgy tűnt, a NASA szép lassan végleg kiszáll a buliból. Von Braunhoz hasonlóan Musk sem amerikai, ő délafrikai és kanadai ősökkel büszkélkedhet. Emellett, akár csak Von Braun, ő is maximalista, aki szentül hisz az álmában és elszántan dolgozik, hogy valóra váltsa. Ahogy Von Braun esetében úgy tűnik, most sem érti senki, mennyire komolyan beszél Musk, amikor azt mondja, muszáj lesz eljutnunk a marsra. Minden tanács és nehézség ellenére Musknak sikerült teljesíteni a lehetetlent, Összeszedte a szükséges tőkét a Space Exploration Technologies finanszírozásához, életben tartotta a céget, sőt, még fejlődni is tudtak, annak ellenére, hogy az első három rakétájuk felrobbant. Musk munkásságát látva felötlött egy igazán forradalmi kérdés. Kinek kell a náza ahhoz, hogy eljussunk a marsra? Egyetlen oka volt annak, hogy Musk létrehozta a saját rakétagyártó cégét. Azért jött létre a SpaceX, hogy felgyorsuljon a rakéta technológia fejlődése, és ez is azt a célt szolgálja, hogy létrejöjjön egy önfenntartó állandó bázis a marson. Nyilatkozta 2014 májusában. Nos, álljunk meg itt egy pillanatra, is, vizsgáljuk meg alaposabban Musk cégének a nevét. Space Exploration Technologies, avagy űrkutatási technológiák. Vegyük csak ezt a szót. Exploration. Nem csak azt jelenti, hogy kutatás, hanem azt is, hogy felfedezés, feltárás. Elődjéhez, von Braunhoz hasonlóan Musknak is szívügye, hogy az emberiség űrutazó társadalommá váljon. Ő is tisztában van vele, hogy a Föld nem lesz örökké lakható bolygó. Az is fusztrálja, hogy az emberek tagadásban élnek, nem hajlandóak belátni, mit művelnek a saját élőhelyükkel. Ezért is olyan egyértelmű maszk számára, hogy ha nem tudjuk elhagyni a földet, akkor az emberiség ki fog pusztulni. Elon Musk színre lépése elődjével szemben cseppet sem nevezhető korainak. Az űrkutatás vajmi keveset fejlődött azóta, hogy 1969-ben Neil Armstrong ott hagyta csizmája nyomát a holdporában, Egészen addig, hogy 2002-ben Musk megalapította a SpaceX-et. Sőt, Musk szerint nemcsak, hogy nem történt előrelépés az űrutazásban az Apollo program óta, egyenesen visszafejlődésről beszélhetünk. Mint mondja, egykor képesek voltunk eljutni a holdra, most nem. Ez nem előrehaladás vagy irányváltás. Az Egyesült Államok ma már arra is képtelen, hogy embereket juttasson földkörüli pályára. 1966-ban a NASA költségvetési kerete az Egyesült Államok büdzséjének több mint 4 át tette ki. Ma ez az arány 0,5 Mióta Musk megjelent az űrkutatás piacán, fénysebességgel száguldunk az ahhoz szükséges műszaki megoldások felfedezése felé, hogy alig több mint egy évtized múlva ember lépjen a vörös bolygóra, és a gyarmatosítók akár évezredekig ott élhessenek tovább. Nem lehet megmondani pontosan, melyik volt az a pillanat, amikor a NASA végre magához tért és megérezte a vörös porszagát, de az tény, hogy amikor a SpaceX Dragon űrkabinja 2012. májusában sikeresen elérte a nemzetközi űrállomást, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy egy magáncég is képes arra, amire a NASA, és talán még jobban is csinálja. 3. A rakéták trükkös szerkezetek Nemrégiben, miután közvetlenül az indítóállvány felett felrobbant az egyik rakétája, Elon Musk a Twitteren fanyarul így kommentálta a történteket. A rakéták trükkös szerkezetek. Igaza van. Eddig valahányszor űrszondát próbáltak küldeni a marsra, az esetek kétharmadában a kísérlet kudarcba fulladt. Egy laikus joggal csodálkozhat azon, hogy ilyen macerás dolog eljutni a marsra, hiszen a több mint ötven évvel ezelőtti holdra szállás viszonylag simán ment. Nos, ez leginkább a távolságból adódik. A nagyságrendi különbség itt óriási. A hold 350-400 ezer kilométerre kering a földtől, attól függően, hogy épp hol tart a holciklus. A Mars ennél akár ezerszer távolabb is lehet tőlünk. 2003-ban a Föld és a Mars közelebb volt egymáshoz, mint az azt megelőző nagyjából 60 ezer évben valaha. Csupán 54 millió kilométerre. De mivel a Föld 365 nap alatt kerüli meg a Napot, a Mars pedig 687 földi nap alatt, a két bolygó gyakran nincs szinkronban, és ilyenkor messzire sodródnak egymástól sokszor épp a nap két ellentétes oldalán vannak. És ha azt mondom messzire, úgy értem tényleg nagyon messzire. Úgy 400 millió kilométerre. Így aztán a mars legalább 140-szer, de akár 1000-szer távolabb is lehet a földtől, mint a hold. Más szóval, ahhoz, hogy megkerüljük a holdat és hazarepüljünk, elegendő hat nap. Sőt, a Saturn 5 rakétával egy nap alatt is odaértünk volna, de olyan gyorsan érkeztünk volna meg, hogy a hold gyenge gravitációja nem tudott volna befogni minket, egyszerűen elmentünk volna mellette. Ha követve von Braunnak a Das Mars projektben leírt javaslatát, a Hochman pályán mennénk, és ha még sokkal gyorsabban is repülnénk, mint annak idején az Apollo űrhajósai a holdra, akkor is nagyjából ezerszer nagyobb távolságot kéne megtennünk, hogy eljussunk a Marsra. Méghozzá azért, mert egyetlen űrhajó sem tudna magával vinni annyi üzemanyagot, amennyivel egyenes úton repülhetnénk el a vörös bolygóra. Amíg nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben olcsó energia, mindig a naprendszer valamely eleme körül fogunk röpködni, tehát a röppályánk minden esetben görbe lesz. Az elkövetkező húsz évben előreláthatólag nem nyílik meg semmiféle kiskapu vagy egérút, amelyen 250 napnál rövidebb idő alatt eljuthatnánk a Marsra, bár a SpaceX-nél már dolgoznak egy erősebb és hatékonyabb rakétahajtóművön, hogy jelentősen le tudják rövidíteni az utat. Még a legelső, sokkal egyszerűbb Mars missziók is, amelyek csupán elrepülni akartak a bolygó mellett, rendre katasztrófába torkollottak. A sokkal bonyolultabb, Mars körül keringő műholdak küldetései és még inkább a felszínre leszálló űrszondák missziói pedig egyenesen nevetség tárgyává tették mindazt, amit az űrtechnológiáról tudtunk. Ám úgy tűnik, a kezdeti mars expedíciók nehézségeinek javát a szovjetek szenvedték el. A mars felszínét elérő legelső földi objektum a szovjetek Mars 2 nevű leszálló egysége volt 1971. novemberében, kényszerleszállás közben belecsapódott a vörös talajba. Elődje a Kosmosz 419 el sem tudta hagyni a föld körüli pályát, nem hogy elinduljon a Mars felé. Egy hónappal később a Mars 3 sikeres landolást hajtott végre, de 20 másodperc után megszakadt a kapcsolat, és többé nem küldött jeleket a földre. A Mars 4-nek a vezérlőrendszere futcsolt be, és elzúgott a bolygó mellett. A legsikeresebb szovjet szonda a Mars 5 volt. 1974. februárjában pályára állt a mars körül, és mi alatt 22-szer megkerülte, mint egy 60 fotót küldött róla a földre, majd leállt. A Mars 6 1974 márciusában érte el a bolygót, ám a leszálló egység, amit leküldött, belecsapódott a Mars felszínébe. Négy percen át még küldött légköri adatokat, majd végleg elnémult egy kompútercsíp meghibásodása miatt pedig ezek az adatok is értelmezhetetlenek voltak. Még ugyanabban a hónapban a Mars 7-nek szintén sikerült Mars körüli pályára állnia, de a tervezetnél négy órával korábban indította el a leszálló így elvétette a célt. Ezt megelőzően és ezután is indult még néhány szovjet misszió, ám mind kudarcot vallottak. 1996-ban az Orosz Szövetségi űrügynökség útnak indította a Mars 96 névre keresztelt szondát, de az nem tudott kilépni a föld gravitációs mezőjéből, majd a csendes óceán fölött felrobbant és a vízbe csapódott. Azóta úgy tűnik, az oroszok nem igazán merik kísérteni a sorsot. Egy leszálló egység sikeres landolásának egyik legfőbb akadálya, hogy a kommunikációs jelek nagyon lassan érkeznek meg a földről a marsra. Amikor a két bolygó a legtávolabb van egymástól, a rádiójel 21 perc alatt teszi meg az utat oda és vissza is. Ezért a személyzet nélküli űrhajón vészhelyzetben egy mesterséges intelligenciaként működő szoftvernek kell döntéseket hoznia, mert nincs idő haza telefonálni. Ám ezek a kezdeti sorozatos sikertelenségek mind a feledés jótékony homályába vesztek, miután a Náza végre nagyot alakított. Előbb a Spirit, majd az Opportunity nevű marsjáró is sikeresen landolt. Legutóbb pedig a Curiosity sikerét figyelhettük. Az Opportunity több mint egy évtized elteltével most is aktívan pásztázza a mars felszínét, a Curiosity viszont 2014-ben, alig két földi év alatt teljesítette egy marsi évnyi küldetését, és egy újabb, hosszabb expedícióra készül azonban a marsjárók által megtett távolságok már nem ilyen legyűgözőek. Az Opportunity 2004 óta csupán 40 kilométert tett meg, a Curiosity pedig közel három év alatt alig 8 kilométert haladt. A múltbéli kudarcok ellenére a Curiosity sikere bebizonyította, hogy viszonylag nagy mennyiségű rakomány juttatható el a marsra, és ettől nem csak az emberek szállításának lehetősége került közelebb, hanem a teherfuvarozásnak, és a készletek újratöltésének lehetősége is. Ha az egyenletben a nagy rakományt, például a marsjárót emberekre cseréljük, az csupán a nagyságrendben, a teherhajók indításának gyakoriságában és az oxigén mennyiségében jelent változást. A SpaceX-nél már dolgoznak a Dragon űrhajó továbbfejlesztésén, hogy talán már 2017-től képes legyen egyszerre akár hét űrhajóst is felvinni a nemzetközi űrállomásra, bár Musk nemrégiben azt nyilatkozta, valószínűbb, hogy 2018-ban fogunk tudni először embert küldeni az űrbe. Majd viccesen hozzátette, hogy azon a dragonon, amely nemrég ellátmányt vitt a nemzetközi űrállomásra, egy potyautas űrhajós is életben maradna, mert a hajó egy részében normál légnyomás uralkodik, hiszen kezdettől fogva úgy tervezték, hogy a teherszállítás után kis átalakítással személyszállításra is alkalmas legyen. Jelenleg az orosz Soyuz az egyetlen űrjármű, amelyel az űrrepülőgép hiányában embereket lehet szállítani az űrállomásra és vissza. A Soyuz 1966 óta teljesít szolgálatot, és a Soyuz rakétával együtt eddig ez bizonyult a történelem legmegbízhatóbb űrjárművének. Ahogy a Gravitáció című nagy sikerű mozifilmből is kiderült, a nemzetközi űrállomáson vészhelyzet esetére mindig van egy Soyuz űrhajó, mentőcsónakként. Egy-egy űrhajós szállításáért az oroszok több mint 50 millió dollárt számláznak ki. A SpaceX-nek erre az üzletre fáj a foga. 2014 végén egy Delta 4 rakétával útnak indította és mintegy 5800 kilométeres magasságban Földkörüli pályára állította legújabb Orion nevű űrhajóját. Az Oriont úgy tervezték, hogy akár hat űrhajóst is el tudjon vinni a Nemzetközi űrállomásra, négyet pedig a holdra, vagy még messzebbre. 2018-ra pedig várhatóan elkészül egy még erősebb, kimondottan az Orionhoz tervezett rakéta. Az űrhajó egyébként meglehetősen hasonlít az Apollo űrkabinjához és nem tűnik sokkal többnek egy második generációs holdrakétánál. Elon Musk azt mondja, ő nem tud róla, hogy az Orionnak lenne olyan tulajdonsága, amitől több lenne, mint egy nagyobb bacska Apollo űrhajó. A szakértők azzal vették védelmükbe az Oriont, hogy egy bevált design használatával csökkenthetők a kockázatok. Az Oriont arra tervezték, hogy a holdat vizsgálja, majd a 2020-as években randevúzzon egy aszteroidával. A NASA feltűnően tartózkodóan viszonyult az emberes mars expedíciók terveihez egészen a közelmúltig. Most már homályosan célozgatnak rá, hogy a mars lehet az Orion végső úti célja, de konkrét dátumot még nem tűztek ki. Annyit mondtak csupán, hogy a mars misszióra valamikor a 2030-as években kerülhet sor. A NASA mindig is tartotta magát azon álláspontjához, mi szerint előbb a Holdon kellene bázist építenünk, hogy további ismereteket és információkat gyűjtsünk, mielőtt belevágnánk ugyanebbe a marson. Elnézve, hogy milyen tempóban folyik az Orion fejlesztése, jó esély van rá, hogy Musk vagy a többi rakétamogul messze megelőzi majd a názát és előbb jut el a marsra. A Das Mars projekt megírása óta a levegőben lógott a nagy kérdés, vajon el tudunk-e jutni a Marsra? Nos, a válasz ma már határozott igen. De azáltal, hogy egyszerre két különböző személyszállító űrhajó, a SpaceX Dragonjának és a NASA Orionjának építése is folyamatban van, már nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, tudunk-e majd a Marson élni? A válasz erre a kérdésre is igen de ahogy Elon Musk mondaná, trükkös dolog lesz. 4. Fontos kérdések Bár már csak kevesebb, mint két évtizedre vagyunk attól, hogy ember landoljon a marson, sokan még mindig szkeptikusak. Az űrbizniszben többen is azt mondják, hogy előbb a holdon kellene felállítani egy gyakorlóbázist. Mások szerint pedig az ember számára élhető helyé tenni a marsot egyszerűen túl nagy feladat. Tény, hogy a mars meghódítása komoly kihívások elé állít minket. Álljunk hát meg itt egy pillanatra, és vegyük sorra, melyek a leggyakrabban felmerülő kérdések. Vajon képes -e emberek egy kis csoportja kilenc hónapon át együtt utazni egy rendkívül szűk térben, Stresszes helyzetben, anélkül, hogy megölnék egymást? Hadd válaszoljak erre a kérdése kérdéssel. Nem adta már meg a választ erre a második világháború során használt dízel-elektromos tenger alatt járók története? Egyébként pedig a pszichológia tudománya ma már van annyira fejlett, hogy a Mars misszió megfelelő tagjainak kiválasztása ne jelentsen gondot ugyanilyen szakértelemmel választják ki a légitársaságok pilótáit, a tengerészgyalogság elit alakulatainak tagjait, és mindazokat, akiknek munkája rendkívüli stressztűrő képességet, jó képességet és kimagasló intelligenciát követel. Angelo Vermeulen űrrendszerkutató vezette azoknak a földi astronautáknak a csapatát, akik Havain egy négy hónapos szimulációs program keretében készültek a marsi életre. Ő azt mondja, a titok nyitja a sikeres toborzás. Olyan embereket kell összeválogatni, akik tudásukban kiegészítik egymást, a személyiségük pedig összeillik. Gyorsan kiderül, lesznek-e köztük problémák, elég csak egy hétre összezárni őket és adni nekik egy kihívás értékű feladatot. Ha problémás a csapat, az általában kiderül. Arra persze sosincsen garancia, hogy gond nélkül telik majd egy ilyen hosszú utazás. De az első és legfontosabb, hogy a csapat tagjai szeressenek együtt dolgozni, és rugalmasak legyenek. Lesz-e bárki, aki hajlandó kifizetni azt a becslések szerint 5 milliárd dollárt, amibe az utazás, meg azt a 30 millió dollárt, amibe a telep létrehozása kerül. Elon Musk már megválaszolta ezt a kérdést azzal, hogy nem csak beszélt a tervéről, de az anyagi fedezetet is megteremtette hozzá. Kijelentette, hogy a SpaceX addig nem megy tőzsdére, amíg fel nem száll a Mars rakétája. Ez a Mars rakéta a cég következő generációs Falcon heavy is sokkal nagyobb lesz, és a tervek szerint 2015 végén vagy 2016 elején startol el. 27 hajtóművel, amelynek így az első fokozata háromszor nagyobb tolóerejű lesz, mint a mostani SpaceX rakétái, a Falcon 9 -é. Vagyis Musk, míg nem biztos benne, hogy el tudnak jutni a Marsra, nem hagyja, hogy a cégét profitéhes részvényesek befolyásolják. Az első küldetés nagyon drága lesz, ismerte be Musk, de arra számít, hogy a későbbi utakat már maguk az utasok finanszírozzák majd. Von Braun is megmondta, egy marsi út költsége az ország éves védelmi büdzséjének csak egy apró töredéke. Lehet-e annyi biztonsági tényezőt beépíteni, hogy azok 95%-os valószínűséggel garantálják a sikert? Kérdezzük meg erről a filmrendező és kalandor James cameron aki a Mariana Árokban egy tenger alatt járó fedélzetén nemrég felállította a mélytengeri merülés világrekordját. Szerinte, ha a veszélyes szerkezetek tervezői gondosan sorra veszik és megoldják az összes ismert és nyilvánvaló problémát, akkor valószínűleg a kiszámíthatatlan, ám elkerülhetetlen gondok is leküzdhetőek lesznek. Vajon az űrhajósok teste bírni fogja a hosszú időn át tartó súlytalanságot? A súlytalanság még ma is komoly kihívást jelent, de Von Braun javaslata, mi szerint kössük össze az űrflottilla tagjait, és pörgessük meg őket egymás körül, hogy mesterséges gravitáció jöjjön létre, talán megoldást jelenthet egy marsutazás során. Erre a feladatra lehetne tervezni egy kerék alakú űrhajót, amely a tengelye körül forogva mesterséges gravitációt állít elő. De ne feledjük, hogy egy marsutazás csak körülbelül két hónappal lenne hosszabb annál, mint amennyi időt egy űrhajós általában a nemzetközi űrállomáson tölt. 2015-ben és 2016-ban az amerikai Scott Kelly kapitány és az orosz kozmonauta Mihail Kornienko közel egy évet töltöttek az űrállomáson. A két űrhajós 2015. március 27-én a kazasztáni bajkonúrból a Soyuz TMA 16M fedélzetén indult a nemzetközi űrállomásra. 340 nap űrbéli tartózkodás után 2016. március 2-án tértek vissza a földre. Így ismereteink a súlytalanság emberi testre gyakorolt hosszú távú hatásairól tovább gazdagodtak. Egy szó mint száz, a Mars gravitációja kicsit több mint egyharmada a Földének, de a tudósok számításai szerint ez is elegendő az életben maradásukhoz. Ráadásul a legújabb kutatási eredmények azt jelzik, hogy számos faj sokkal gyorsabban tudna alkalmazkodni az új környezethez, mint azt korábban hitték. Egy marsi kolónia tagjai talán már néhány tucat emberöltő alatt képesek lennének adaptálódni a gyenge gravitációhoz. Mi lesz, ha az űrhajósok megbetegszenek? A felfedezők, akik hegyet másznak és körbevitorlázzák a világot, már rég megtanulták, hogy érdemes olyas valakit is magukkal vinni, aki szakértője az egészségügyi vészhelyzet elhárításának. Ám azok, akik egyedül egy szál derejében indulnak földkörüli útra, bebizonyították, hogy a felmerülő problémák jelentős része megfelelő felkészüléssel és egy jól összeállított elsősegélycsomaggal is orvosolható. Az űrutazás azonban nem olyan, mint a vitorlázás, és könnyen megeshet, hogy egyes űrhajósok megbetegszenek és meghalnak. Mi a helyzet a sugárzással? A sugárzás bizony még mindig nagy mumusunk. A legdurvább napsugárzás a napkitörésekből és a hozzájuk kapcsolódó koronakidobásokból érkezik. Ma még nem állnak rendelkezésünkre a napsugárzás és a kozmikus háttérsugárzás kiiktatására képes technológiák, de a bolygó közi utazásra szánt járművekben kialakíthatóak bunkerek, amelyek speciális pajzsukkal megvédik az űrhajósokat, például a napkitörésektől, és időben figyelmeztetik őket, hogy húzódjanak védett helyre, amíg a kitörés tart. Elon Musk vízzel szigetelt űrhajó építését javasolja. Léteznek egyéb stratégiák is a sugárzás eltérítésére vagy elnyelésére, de tény, hogy a Marsra utazó astronauták sokkal nagyobb dózisú sugárzásnak lesznek kitéve, mint amekkora valaha eljut a Földre. A NASA szakemberei fontolgatják a kapott sugárdózis megengedett felső határértékének kitolását annak érdekében, hogy az űrhajósok az érvényes működési irányelveknek megfelelően jussanak el a Marsra. Ott viszont már, mivel a vékony légkör csak mérsékelt védelmet nyújt a sugárzással szemben, és nincs meg a magnetoszféra, sem a Van sugárzás jöv, hogy blokkolja a sugárzást, az embereknek idejük nagy részét védett környezetben vagy a talajfelszín alatt kell tölteniük. Most, hogy kifejezetten a marsi landolásra fejlesztenek űrhajót, felmerülhetnek további lényeges kérdések, amelyekre válaszokat kell találnunk. 5. A mars gazdaságtana Ha nem lehet gazdaságosan eljutni a marsra, akkor nem is fogunk soha ott élni. Itt érdemes megjegyezni, hogy Elon Musk szerint a mars kolónia sikerének legfőbb akadálya nem valamiféle környezeti probléma, például az oxigén hiánya, a veszélyes sugárzás vagy a víz felkutatása lehet, hanem az anyagiak előteremtése. 2012 végén Musk Londonban a brit király repülési társaság előtt tartott előadásában főként a rakéta technológia kérdéseire összpontosított, azon belül is elsősorban arra, hogy az újrafelhasználhatóság, ahogy Von Braun már 1952-ben javasolta, drasztikus változást hozna az űrutazás gazdaságtanába, sőt lehet, hogy ez a tényező határozná meg, élhetnek-e valaha emberek a marson. Musk miután elmondta, hogy egy Falcon 9-es rakéta fellövésének költsége mintegy 60 millió dollár, és az üzemanyag költség ebből csak 0,3%-ot tesz ki, így folytatta. Ha ugyanazt a Falcon 9-es rakétát ezerszer is használni tudnánk, egy út fajlagos költsége 60 millióról 60 ezer dollárra csökkenne. Ez nyilvánvalóan óriási különbség. A Falcon 9-es rakéta ahhoz sem elég nagy, hogy egyetlen utast eljuttasson a marsra, ám Musk ezzel csak a rakéták újrafelhasználhatóságával járó, hihetetlen mértékű költségmegtakarítást akarta szemléltetni, ami ráadásul egy önfenntartó marsi civilizáció megteremtéséhez szükséges, hatalmas rakéta újrafelhasználása esetén ennek a sokszorosa lesz. Musk szerint, ha az újrafelhasználhatóságot nem sikerül megvalósítani, akkor ezt egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, mert nagyon nem mindegy, hogy valami éves szinten annyiba kerül, mint amennyi a GDP 0,5%-a, vagy mint az egész GDP. Majd hozzátette. Azt hiszem az emberek többsége egyetért azzal, még ha ők maguk nem is akarnának a marsra menni, hogy az éves GDP 0,25-0,5%-ának megfelelő összegért, Valószínűleg megéri belevágni és létrehozni egy önfenntartó civilizációt egy másik bolygón. Ez egyfajta életbiztosítás lenne az emberiség fennmaradása érdekében, egy egészen elfogadható biztosítási díjfejében. Ráadásul izgalmas kaland lenne, nem csak részt venni benne, de még nézni is. Hiszen a holdra is csak maroknyi ember jutott el, de közvetve mind ott voltunk velük és úgy vélem, a többség azt mondaná, hatalmas élmény volt. Amikor az emberek visszatekintenek és sorra veszik, milyen jó dolgok történtek a XX. században, a holdra szállás biztos ott van a lista elején. Ezért gondolom, hogy egy ilyen útnak akkor is értéke van, ha személyesen nem veszünk részt rajta. Az előadás után a kérdésekre válaszolva Musk néha úgy beszélt, Mintha nem is egy fejlesztési fázisban lévő rakétagyártó, hanem egy sikeres légitársaság vezérigazgatója lenne. Abból kiindulva, hogy kellő számú jelentkező akad majd, ha megfizethetővé teszi az utat, Musk úgy kalkulált, hogy 500 ezer dolláros jegyekkel a SpaceX már elegendő pénzt tudna összegyűjteni. Nemrég azt nyilatkozta, hogy a jegyek ára remélhetőleg nem éri majd el az 500 ezer dollárt, de a körül lesz. Musk elképzelése szerint a tipikus pionír olyan 40 éveiben járó átlagpolgár lesz, akinek van egy 500 ezer dollár értékű háza, valószínűleg utálja a munkáját, és úgy dönt, pénzét teszi minden vagyonát, hogy vegyen a SpaceX-től egy jegyet a Marsra, csak oda, a fennmaradó összegből pedig nyit egy kis vállalkozást. A londoni előadáson a kérdésekre válaszolva, Musk az alábbiakat mondta. Egyértelmű, hogy belekerül némi pénzbe, hogy tábort verjünk a marson, hogy megteremtsük az alapokat. Nevezzük ezt a marsbázis bekerülési költségének. Az angol telepeknek is volt ilyen költsége. Jelentős összegeket emésztett fel az élet beindítás az új világban. Ki akart volna pénzt fektetni Jamestownba? Akkor az nagyon rossz ötletnek tűnt, hiszen rengeteg energiát emésztett fel az alapok megteremtése, mielőtt az egész vállalkozás gazdaságilag is észszerűvé vált. Itt van hát ez a befektetési lehetőség, és ennek megvalósításához össze kell gyűjtenünk a szükséges pénzt. Aztán, ha már rendszeresen indulnak járatok a Marsra, le kell vinni a Marsa költözés költségét olyan félmillió dollárra, mert szerintem akkor már lesz elég ember, aki jegyet váltana az új hazába, mindent eladna a földön és a marsra költözne, így lesz ez jó üzleti ajánlat. És nem is kell hozzá túl sok ember. 7 milliárdon élünk a földön, és ez a szám az évszázad végére elérheti a 8 milliárdot is, és a bolygó lakossága összegészében véve egyre gazdagabb lesz. Ezért aztán szerintem, ha csak minden tízezredik, sőt, ha csak minden százezredik ember dönt úgy, hogy menni akar, már az is elég lesz. Musk kalkulációjának végső száma, mely szerint minden százezredik ember jelentkezne telepesnek, azt jelenteni, hogy az első mars kolónia létszáma megközelíteni a 80 ezer főt, ami a földön egy kisváros lakosságának felel meg. Ez a becslés talán túlságosan optimistának tűnik, de Musk a közönség egy másik kérdésére válaszolva kifejtette, hogy trükkös dolgok az ilyen előrejelzések. Ha a repülés hajnalán megkérdeztünk volna valakit a piaci előrejelzésekről, biztos vagyok benne, hogy nagyot tévedett volna. És valószínűleg úgy, hogy alábecsülte volna a lehetőségeket lehet, hogy ma már pessimistának gondolnánk azokat is, akik a repülés történetének kezdetén a legoptimistább jóslatokba bocsátkoztak. Mindezt azért mondta Musk, mert elképzelései szerint 80 ezernél sokkal több lakója lesz az első marsi városnak. Úgy kalkulál, hogy csak az első turnusban 80 ezeren mennének. Nem olyan rendszer tervezünk, amelyel csak maroknyi embert lehet felküldeni a marsra, mondta nekem Musk egy interjú során. Mi itt egy mars gyarmatosító közlekedési rendszert készítünk elő, ha megvalósul, képes lesz létrehozni egy önfenntartó kolóniát a marson. Ez egy hatalmas rendszer. Az első verziója annak a rendszernek, amely terveink szerint 2030-ra készül el. A 2030 és a 2050 közötti időszakra tíz pálya szinkronizálást tervezünk, ami azt jelenti, hogy talán már 20 év alatt 40-50 ezer embert juttathatunk el a marsra. Musk elmondása szerint az általa javasolt mars gyarmatosító rakéta csak két fokozatú lesz. Az első fokozat csak arra szolgál, hogy az űrhajó kiusson a föld gravitációs mezőjéből. A második fokozat pedig maga az űrhajó és a szokásos utolsó fokozat együttese. A Falcon 9-nél ez utóbbi két különálló részt alkot, de a marsgyarmatosító esetében már integrálni fogjuk őket. Az első fokozat félútig viszi a Föld körüli pája felé a rakétát, majd az integrált második fokozat éri el azt. Ott a Föld körüli pályán lesz egy tankerhajó, amely feltölti üzemanyaggal. Így egy csomó mars gyarmatosító fog összegyűlni a Föld körüli pályán. Maszk flottának nevezi őket. Megjegyezte, hogy aki kolóniát akar alapítani, annak egy csomó hajót kell útnak indítania egyszerre. Két évente adódik ideális időpont az indításukra, és akkor egy-két nap alatt el kell indítani az egész flottát. Az első útra csak egy vagy két hajó menne, nyilatkozta Maszk. De végül a flotta több száz vagy több ezer tagura duzzad majd. Ha egy többmilliós kolónia létrehozása a cél, akkor nincs más út. Én azt mondom, két évente 80 ezer ember egyszerre feljut majd a marsra. Musk számára továbbra is döbbenetes a hasonlóság a mars és az új világ gyarmatosítása között. Olyan lesz ez, mint Amerika meghódítása, mondta Musk. Hány angol hajó indult útnak először? Egy, aztán, ha előre ugrunk az időben 200 évet, mit látunk? Hány hajó ment Angliából Amerikába? Több ezer ez is hasonlóan zajlik majd. Nekik az új világ jelentette a reményt, nekünk talán a mars. Musk úgy hiszi, végül milliók akarnak majd a marsra költözni. A mars van jellegű projektekre történő jelentkezések pedig azt jelzik, hogy talán igaza lehet. De nem akar a hamelni patkányfogó szerepébe kerülni. Ez nem arról szól, hogy én mit akarok, hanem arról, hogy az emberek mit akarnak majd, mondta Musk. Nem tudom, hogy az emberek mit akarnak majd, vagy hogy milyen állapotban lesz akkor a világ, vagy hogy hol lesz akkor a SpaceX. Majd hozzátette. A rendszer, amin dolgozunk, addigra képes lesz elvinni a marsra azokat, akik menni akarnak. Azt remélem, hogy 2050-re több tízezer ember indul el, hogy részt vegyen a keringési pályák rendezvúján. Na de ne ennyire előre. Mielőtt ezek az új hódítók elindulnak a marsra, kell egy felfedező, aki elsőként érkezik a vörös bolygóra. A különböző, nem maszkáltal szervezett mars missziók tervei szerint ahhoz, hogy bárki emberfia leszállhasson a marson és egy időre ott is maradhasson, két dolognak feltétlen meg kell történnie. Keresni kell egy landolásra és élőhely kialakítására alkalmas területet, illetve még a telepesek érkezése előtt Hatalmas készleteket kell oda küldeni a Földről. Ideális esetben az utasszállító missziókat megelőző áruszállító missziók robotjai fogják felépíteni és fenntartani az embereknek szánt élőhelyeket. A van küldetés terveiben egy rendszer kialakítása szerepel. Egy járó állítaná össze a tábort a teherhajóval érkezett előre gyártott elemekből. A teherhajók jól irányzott landolása majd a hajók összekapcsolását végző mechanika vagy robotika biztosítása, aztán a rakomány elrendezése, az űrkabinok meg a hozzájuk kapcsolódó, felfújható szerkezetek újrakonfigurálása konfigurálása tömérdek műszaki kérdést vett fel, ám a megválaszolásuk nem lehetetlen. De hogy mindezzel 2025-re elkészüljenek, ahogy az a Mars van terveiben áll, az enyhén szólva is elég valószínűtlen. Úgy tűnik, hogy a Mars van misszióhoz a SpaceX Craft Dragon űrkabinját akarják használni, amely az előrejelzések szerint 2017-től kezd űrhajósokat szállítani a Föld és az űrállomás között és úgy tűnik, a SpaceX Falcon Heavy rakétája is része a Mars van terveknek. Az évek óta fejlesztés alatt álló Falcon Heavy lényegében egy átalakított Falcon 9-es, rajta két darab első fokozatú Falcon 9-es rakétával. A hévit úgy tervezték, hogy a Falcon 9 teherbírásánál négyszer nagyobb súlyt is képes legyen bolygó körüli pályára állítani, ehhez közel 20 millió newton tólóerőt kap. Így ez lesz a világ legerősebb rakétája. Bár az emelő teljesítménye még így is csak fele lesz Von Braun Saturn 5 rakétájának, amely elvitte az Apollo űrhajókat a Holdra. A SpaceX évek óta toboroz ügyfeleket a Falcon Heavy rakéta indításához, de a tesztrepüléseket eddig még mindig elhalasztották. A NASA 2011-ben előállt ugyan egy Red Dragon elnevezésű tervel, ennek értelmében kisköltségvetésű kutatóexpedíciót küldenének a Marsra, amihez egy Falcon Heavy rakétát és egy Dragon űrhajót használnának, de a küldetést aztán nem véglegesítették. A Mars van ütemterve szerint, amely megtekinthető a misszió weboldalán, 2022-ben indulnának az első teherszállítmányok a Vörös Bolygóra, ezt követően pedig 2024-től kezdve két évente négy-négy ember követni őket. A weboldal nyitólapján jelenleg a Mars felszínén egymás mellé felsorakozott és egyetlen csővel összekapcsolt, hat darab a Dragonhoz hasonló űrkabin képe fogadja a látogatókat. Lényegében ez az a stratégia, amelyet a Mars meghódításának sok lelkes híve, például a Mars Társaságot alapító Robert Zabrin is évek óta támogat. A terv alappillére a SpaceX támogató együttműködése. A Mars van weboldalán, az áll, hogy ellátogatnak a SpaceX-hez, ahol is megerősítették érdeklődésüket a projekt iránt de még semmiféle írásbeli megállapodás nem született a Mars One és a SpaceX között, és Musk kételkedik benne, hogy a Falcon Heavy rakéta alkalmas lenne a Mars utazásra, ám a Mars gyarmatosító rakétájának tolóereje háromszorosa lesz a Falcon heavy és kétszerese a Saturn 5 rakétájának. Mindeközben valószínűleg akad számos, magasabb prioritású vevő is mind a Dragon űrhajóra, mind a Falcon Heavy rakétára ami viszont sokkal hátrányosabb helyzetbe hozza a Mars projektet. 2014 közepére a Mars van mintegy 600 ezer dollárnyi adomány gyűjtött össze. Ez kevesebb, mint egy százaléka annak, amennyibe egy Dragon űrhajó alacsony, föld pályára állítása kerül egy hagyományos Falcon 9-es rakétával. A Mars van az űrhajós pozíciókra jelentkezőknek bizonyos díjat számol fel, Ebből is befolyhat nekik néhány millió dollár. És persze a közvetítési jogok eladásában is méltán reménykedhetnek, hiszen várhatóan a Mars utazás lesz minden idők legnépszerűbb valóságsója. Mindazonáltal a Mars van projekt előtt még hosszú út áll, míg összegyűlik az a 6 milliárd dollár, amelyre Buzz Lansdorp vezérigazgató szerint az első csapatnak szüksége lesz. Úgy tűnik, hogy a Mars van csapata optimista emberekből áll, akik szeretnék gyarmatosítani a marsot, de szívük vágyát egyenlőre még nem támogatták meg anyagi erőforrásaikkal. A többi szervezetnek is hasonlóan ködös elképzelései vannak. Ezzel szemben ott van Elon Musk, bár még ő sem sokat árult el a terve részleteiről, de amikor azt mondja, hogy a SpaceX embereket fog küldeni a Marsra, és amikor arról beszél, hogy elképzelései szerint milliók élnek majd az új planétán, és ezzel sokkal merészebben fogalmaz a marsi élettel kapcsolatban, mint a többség, akkor az ember valahogy hinni tud neki. Mégpedig azért, mert Musk egyszer már véghez vitte a lehetetlent. Először is forradalmasította a 110 éves autógyártást azzal, hogy üzlettársával megalapította a Tesla motors -t. Eleinte sokan csak nevettek rajtuk, és egyre csak mondogatták, hogy az elektromos autók korának beköszöntére még legalább 50 évet kell várni. Ám ma, mindössze két évvel azután, hogy piacra dobták a Model ezt, a becslések szerint már legalább 70 ezer ilyen autó rója az utakat, és a boldog Tesla tulajok széltében hosszában bejárhatják az Egyesült Államokat, mert a Tesla Motors adatai szerint 174 töltőállomás várja őket ingyen üzemanyaggal. Akinek pedig van otthon napeleme, napenergiával is megtankolhatja a Tesláját. A bevásárlóközpontoknál központoknál és a parkolókban egyre szaporodnak az elektromos töltőállomások, közülük sok ingyenesen használható. És nem úgy tűnik, mintha csökkenne a Tesla autók népszerűsége, Musk pedig szeretné, ha a gyártókapacitása 2020-ra elérni az évi 500 ezer darabot. Az autógyártók, mint a Ford, a Toyota és a General Motors kezüket lábukat törik, hogy felvegyék vele a versenyt. Ám mire ez sikerül nekik, a Tesla piacra fogja dobni a tömegek számára is megfizethető elektromos autót. Egy évtizeden belül a belső égésű motorral hajtott autó pontosan annak fog látszani, ami. Egy gép lesz csupán. Egy furcsa régiség, amely a benzinből sokkal több hőt állít elő, mint mozgási energiát. És Musk most ugyanarra készül az űrutazásban, mint az autóiparban. Forradalmasítja. Musk merész tervei és az a tény, hogy a NASA végül elkötelezte magát amellett, hogy Orion rendszerével embereket vigyen a Marsra, valamennyi űrutazó nemzetet arra ösztönözte, hogy beszálljon a vörös bolygó meghódításáért folyó versenybe. 2016-ban az Európai űrügynökség szövetségre lép az orosz szövetségi űrügynökséggel, és közösen indítanak útnak egy Mars műholdat. Érdemes megjegyezni, hogy nem ez lesz az ez a első Mars missziója. 2003-ban már fellőtték a Mars Express-t. A műhold a légkörben nyomokban jelenlévő, annak kevesebb, mint egy százalékát kitevő gázok mennyiségét fogja mérni. 2018-ra a két szervezet azt tervezi, hogy marsjárót juttatnak a mars felszínére. Az oroszoknál pedig szó esett egy hatalmas rakéta építéséről is, hogy versenytársat adjanak a NASA féle Space Launch Systemnek, amely vélhetően 2030 körül fog emberekkel a fedélzetén expedíciót küldeni a Marsra. Mindeközben Kína bejelentette, hogy 2020 körül a holdjárójukhoz hasonló marsjáró terveznek küldeni a vörös bolygóra. 6. Élet a marson A földön négy dolog kell a túlélésünkhöz. Élelem, víz, fedél a fejünk fölé és ruha. A marson öt dolgot kell a túlélésünkhöz előállítani. Élelem, víz, fedél a fejünk fölé, ruha és oxigén. Akkor lesz csak biztosítva a bolygóközi fajként tovább élő emberiség jövője, ha sikerül beszerezni mind az öt alapvető erőforrást. A víz dilemma. Négy percnél hosszabb ideig tartó oxigénhiány esetén az ember agykárosodást szenved. Tizenöt perc után pedig beáll a halál. De a marson nincs oxigén, ezt mindenki tudja. Nekünk magunknak kell előállítanunk. Ehhez pedig vízre lesz szükségünk, már ha találunk. Ha van víz a Marson, akkor többféle módszerrel is előállítható oxigén. Kezdve az egyszerű elektrolízissel, amikor is elektromos áramot folyatunk át a vizen. Így tehát a Marson az ember túlélésének legfontosabb eleme a víz. Főleg azért, mert túl nehéz ahhoz, hogy a Földről vigyük magunkkal. Ha a feltételezéseinkkel ellentétben a Marson még sincs víz, akkor nem leszünk képesek ott élni. Sok évvel ezelőtt, amikor a különböző mars szondák és műholdak még csak papíron léteztek, a NASA hozott egy fontos döntést. Követni kell a vizet. Akkor még nem az volt a cél, hogy gyarmatosítsák a bolygót, hanem az, hogy segítsék az idegen létformák utáni vadászatot. Mert ahol nincs víz, ott nincs élet. És ironikus módon ez a kijelentés meg a NASA élet utáni elszánt nyomozása már a teljesen más értelmezést nyert. Ha van víz, akkor lehet élet a marson. Emberi élet. A különböző járművek, többek között a Curiosity, a Mars Orbiter, a Mars Odyssey, a Mars Express, sőt az 1970-es években fellőtt viking leszálló egységek által gyűjtött információk, mind a leghatározottabban megerősítették, hogy van víz a marson. De azt, hogy ez a víz jégformájában és közvetlenül a talajban, vagyis a regolitban található, csak a főnix leszálló egység tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, amikor 2008-ban landolt az északi sarki jégsapkán. Bár a mars felszínének területe csupán 28%-a a föld felszínének, a szárazföld nagysága mindkét bolygón nagyjából ugyanakkora, hiszen a föld 70%-át óceánok, tavak és folyók borítják. A marson nincsenek egybefüggő vízfelületek, ám van itt egy nagyon fontos különbség. Akár több mint 4 millió köbb kilométer víz is lehet a bolygó felszínén, de szinte teljes egészében jégformájában. Így speciális légköri körülmények között időről időre víz jelenhet meg a Mars felszínén, de amíg nem lesz sűrűbb a légkör és magasabb a felszín közeli hőmérséklet, addig folyékony víz aligha lesz jelen. A fagyott víz vagy vízjég java a bolygó északi és déli pólusain található, részben a fagyott széndiokszid alá temetve. Ha ez a jég mind megolvadna, a Marsot több száz méter mély óceán borítaná el ez rengeteg víz, de messze nem annyi, mint amennyi a geológiai vizsgálatok szerint egykor ezen a bolygón hömpölygött. A mars felszínét több tízezer folyómeder és számos hatalmas tómeder szabdalja. Egykor a vörös bolygó felszínének legalább egyharmadát egyetlen óceán boríthatta. Lehetséges, hogy az egyenlítő közelében fekvő hatalmas sík terület az elízium síkság egy része valójában a mi északi tengerünk méretének megfelelő nagyságú jégtenger. Úgy tűnik tehát, hogy a marson bőven van jég, de a becslések szerint az egy egységnyi, egy köblábnyi, vagyis mintegy 28 ezer köbcentiméternyi regolitban található víz jég aránya 1 és 60 százalék között széles skálán mozog. Közvetlenül a felszín alatt nagy számban találhatóak, Mini jégtavak, és úgy tűnik ezek nagy része az egyenlítőhöz közeli sávban helyezkedik el. A fagyott vízű tavacskák felfedezése igen nagy szerencse lenne az első telepesek számára. Annak a víznek, amely egyszer a vörös bolygó felszínét borította, egy része mostanra már valószínűleg elpárolgott az űrbe, ahogy a Mars körüli légréteg egyre csak fogyott. A jelenleg is mars körüli pályán keringő Maven űrszonda sokat elárul erről. A mars vizének egy része visszahúzódhatott a felszín alá, de a java valószínűleg felszíni égi alakult át. Ha az első marsi telepesek gazdaságukat a vízkészlet nagyságában mérik, akkor majd igazán gazdagok lehetnek. Ha azonban a mars mégis olyan száraznak és szikkatnak bizonyulna, mint ami ennek néha a teleszkópon keresztül és a mellette elrepülő első űrhajók felvételein látszott, akkor egy sokkal furcsább bolygó, a Vénusz felé kell vennünk az irányt. Vizet találni a Marson nem tűnik nehéz feladatnak, de folyékonyá tenni már komoly kihívás lesz. A vízellátás problémájának nagy részét azt teszi majd ki, hogy első körben rengeteg energiát emészt fel a víz megszerzése. Minden valószínűség szerint nagyrészt regolittal kevert jégformájában találunk majd vizet. Ez az a típusú permafrost, amely légkalapács nélkül áthatolhatatlan. Aztán a víz csepp folyósításához kőfejtő technikára és számos, rendkívül energiaigényes gépre lehet szükség. Szóval az első telepesek igencsak áthatják a szerencséjüket, ha találnak egy szintiszta jéggel teli tavacskát. A legjobb persze az lenne, ha folyékony vízre lelnének. Erre a felszín alatt talán van is esély. 2015. szeptember 28-án a NASA kutatói bejelentették, hogy folyékony sós vizet találtak a mars felszínén. Sok a találgatás a mars felszín alatti vízkészleteit illetően, de még senki sem tudja, valójában mi a helyzet. Az első asztronautáknak viszonylag mélyre kell tudni leásniuk ahhoz, hogy folyékony vizet találjanak. A felszín alól vagy egy kútból vizet kinyerni nem nagy tudomány, de speciális eszközök kellenek majd hozzá, például kemence és desztilláló berendezés, különben a fúrással csak jégrátereket hoznak létre, ahogy a felszínre törő víz egy pillanat alatt megfagy. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint az űrhajósoknak Regolit darabokat kell a felszínből kiválniuk. Aztán a későbbi szállítmányokkal majd érkeznek a telepesek munkakapacitását megnövelő kisebb földmunkagépek és csillék. A regolit a kemencébe kerül, ahol addig melegítik, amíg a víz el nem párolog belőle gőzformájában, amit aztán cseppfolyósítanak és átszűrnek, hogy ivóvíz váljon belőle. A folyamat igen sok hulladékkal jár, amivel kezdeni kell valamit ez megint csak energiaigényes feladat lesz. Ennek az energiának egy kis részét napelemek biztosítják, de a javát egy kisebb nukleáris reaktorral kell előállítani. Az első években a marsi élethez szükséges holmik között igen kevés lesz az olyan előre gyártott darab, amely készen várja, hogy odaszállítsák a földről. Ahogy Elon Musk Tesla autóit, úgy szinte minden a marson használatos eszközt és szerszámot is alapos körültekintéssel kell előállítani. Az nem eshet meg, hogy víz után kutatva, fúrás közben derüljön ki, hogy nem gondoltak valamire, például arra, hogy az adott kőzet speciális fúrófejet igényel. Ahhoz, hogy a túlélés reális lehetőség legyen, minden elképzelhető körülményre fel kell készülni. Mi van akkor, ha az első űrhajósok minden víznyerési kísérlete, a regolit feldolgozása csúfos kudarcot vall? Akkor lép életbe a kiváló B-terv. Amikor a NASA vikingje 1976-ban elsőként tudott épségben leszállni a Marson, kiderült, hogy a bolygó légköre vékony ugyan, de nedves, azaz a páratartalom gyakran eléri a száz százalékot. A Washingtoni Egyetem 1998-as tanulmányában bemutatták a vízgőz adszorpciós reaktort, avagy a vavart. Ez az eszköz az emberi élet fenntartásához elegendő mennyiségű vizet tud kinyerni a mars légköréből. A tanulmány szerzője többek között megjegyzi azt is, hogy a mars atmoszférája egyben a bolygó legkarakteresebb és legteljesebb vízkészlete. Bár a mars légköre még így is rendkívül száraz a föld légköréhez viszonyítva. Átlagban a mars légköre annyi vizet tárol, amennyit csak tud napi szinten, vagyis a relatív páratartalom minden éjjel a legtöbb évszakban és szélességi körön száz százalék. A vavar a földön természetes formában előforduló, de mesterségesen is könnyen előállítható nevszívó ásványokat, úgynevezett zeolitokat használ. Ezt teszik az ipari pára elszívó berendezésekbe is, amelyekkel kiszívják a vízgőzt a levegőből. A vavar tanulmány bemutatja, milyen egyszerűen zajlik a folyamat. A marson a légköri gázok a ventilátornál elhelyezett porszűrőn keresztül kerülnek be a rendszerbe. A megszűrt gáz áthalad az abszorbens anyagot tartalmazó edényen, az úgynevezett adszorbenságyon, ahol is a vízgőz kikerül az áramlásból amikor az ágy teljesen átitatódott, a deszorpciós folyamat során eltávolítják belőle a vízgőzt, cseppfolyósítják és egy csővezetéken keresztül a tartályba vezetik. Az eljáráshoz csak hét eszköz kell. Egy szűrő, egy abszorbenságy, egy ventilátor, egy deszorpciós egység, egy ágyforgató szerkezet, egy cseppfolyósító és egy aktív szabályozó rendszer. Hogy a küldetés helyigénye és tömege a lehető legkisebb legyen, a vavar a tervek szerint egy teherszállító űrhajóval érkezne a Marsra, és már két évvel az astronauták érkezése előtt megkezdhetné a víz előállítását. És akkor álljon itt még egyszer az, ami mostanra talán már nyilvánvalóvá vált. Ha így vagy úgy, de van víz a Marson, akkor az ember képes lesz ott élni. Az oxigén dilemma. A vízellátás után ott van az oxigénellátás problémája. Ha a szkafanderben elfogy az oxigén, nem marad más belélegezni való, mint az addig kifújt széndiokszid, amíg be nem következik az eszméletvesztés. Majd nem sokkal később beáll a halál. Ha az embernek kicsit hosszabb időn át kell széndioksziddal kevert levegőt szívnia, azt a szervezete csak akkor tolerálja, ha a széndiokszid aránya nem haladja meg az 5%-ot. Ennek részben az az oka, hogy a túl sok széndiokszid ellen a test ájulással védekezik. Ezen az alapon a mars meglehetősen ellenséges helynek tűnik, hiszen a légkörben szinte egyáltalán nincs oxigén. A marsi levegő, legalábbis a Curiosity 2012-es mérései szerint 2% nitrogénből, 2% argonból és 95% széndiokszidból áll, Nyomokban pedig szénmonoxidot és oxigént tartalmaz. Ezek az arányok az évszakok változásával némileg módosulnak, mert a téli hónapokban a pólusokon a gázok egy része megfagy, tavasszal pedig felolvad. Bár a bolygó légkörében kötetlen állapotban tényleg nagyon kevés az oxigén, kevesebb mint 1 százalék, amúgy nagyon sok oxigén van a Marson. A titok a széndiokszid szerkezetében rejlik, amely molekula tömeg alapján 28% szénből és 72% oxigénből áll. Ha a Mars atmoszféráját 95%-ban széndiokszid alkotja, akkor a marsi levegőnek tömege szerint legalább 70%-a oxigén. Ami még akkor is igen tekintélyes mennyiség, ha hozzávesszük, hogy a Mars légkörének sűrűsége csupán 1%-a a Földének. A víz, amit az első telepesek fognak kibányászni a mars kőzetéből, még ennél is több oxigén tartalmaz. A víz tömegének mintegy 89%-a oxigén. És a földlakók ma már elég rutinosan használják azt az elektrolízisnek nevezett igen egyszerű technológiát, amelyel a víz elemeire bontható, és így oxigén szabadítható fel. Ehhez kell két elektróda, egy víztartály, aztán csak be kell kapcsolni az áramot, az keresztül folyik a vizen, és íme a tartá egyik végén az anód közelében begyűjthető az oxigén, a másik végén a katódnál pedig a hidrogén. Ez utóbbi kiváló üzemanyagként és energiaforrásként szolgálhat. Ezt a trükköt egyébként valamennyi gimnazista megcsinálja a kémia laborban. Van itt még valami más is. Amint elválik egymástól a hidrogén és az oxigén, Kiváló rakétahajtóanyag jön létre belőlük. Egyetlen gond van csupán az elektrolízissel, ám ez komoly fejtörést okoz majd az első marsi telepeseknek: rengeteg áramot fogyaszt. Szerencsére a NASA már megoldotta az oxigénellátás problémáját. 2020-ban, amikor útnak indítják a Curiosity utódját, ez magával visz egy olyan üzemanyagcellát, amely oxigénné és szénmonoxiddá alakítja a mars légköri széndioxidját. Ez az eszköz, amely kísérleti jelleggel a helyszínen végzi el a mars oxigénjének, mint erőforrásnak a hasznosítását. Ez a vízben zajló elektrolízishez hasonló folyamatot alkalmaz, csak magas hőmérsékletű kerámiákkal és az egész a levegőben zajlik. A kerámián átfolyó feszültség kigyűjti a katalízis során keletkező oxigénionokat. Magyarázta dr. Michael Hecht, a MOXI projektvezető kutatója, az MIT Haystack Obszervatórium kutatási irányítási részlegének igazgatóhelyettese. A MOXI-val a názának nem is annyira az a célja, hogy bebizonyítsa, képesek vagyunk előállítani belélegezhető oxigént, Inkább az, hogy képesek vagyunk előállítani a rakétahajtóanyaghoz szükséges oxidálószert. Az oxigén sokkal nehezebb, mint a többi rakétahajtóanyag, például a hidrogén vagy a metán, ezért a NASA megszállottan kereste a megoldást arra, hogyan lehetne a marson előállítani a visszaúthoz szükséges mennyiséget. Sokat javít a hatékonyságon, ha nem kell magunkkal cipelni a marsra a hazautra szánt hajtóanyagot. A következő marsjáróra csatolt Moxi modul normál légnyomás és hőmérséklet mellett óránként csak 15 liter oxigént tud majd előállítani, ami nem tűnik soknak, de az ember tüdeje percenként csupán 5-6 ml oxigént használ el. Összességében a Moxi képes folyamatosan annyi oxigént előállítani, amennyi kielégíti egy nem túl aktív ember szükségletét, mondja Hecht. Ha a MOXI az elvártak szerint működik majd, akkor a NASA a tervek szerint a százszorosára emeli a kapacitását, bár ahhoz már atomreaktorra lesz szükség. A MOXI csak egy százszoros kicsinyítésben elkészített modellje annak az erőműnek, amely egy telepes missziót hivatott ellátni. Mondja Hecht: Előbb felépítenénk egy robotállomást benne az atomreaktorral, meg az oxigéngyárral, és embereket csak 26 hónappal később küldenénk fel, mikor megbizonyosodtunk róla, hogy az oxigéntartály tele van, és a reaktor is működik. A földön belélegzett levegő 78%-a nitrogénből és 21% oxigénből áll. És bár az ember sokféle gázkeveréket be tud lélegezni, például hélium és oxigén keverékét is. Az, ami 20% oxigénből és 80% széndiokszidból áll már nem alkalmas emberi fogyasztásra. Fontos, hogy az oxigénnel keveredő gáz semleges, más néven inert gáz legyen, mint az argon és a hélium. A nitrogént általában nem sorolják az inert gázok csoportjába, de két nitrogénatom között olyan erős a kötés, hogy más gázokkal nem lép reakcióba. Az élelem dilemma. Az ember túlélésének egyik kulcsfontosságú eleme a marson is az élelem lesz. A mezőgazdaságtudomány a világ számos országában, így az Egyesült Államokban is igen fejlett kutatási terület. Így szép számmal akadnak doktorandusz hallgatók, akik már eddig is éveket töltöttek azzal, hogy kitalálják, miképp lehetne növényeket termeszteni a marson. A telepesek, ha tetszik nekik, hanem Bizony vegetáriánusok lesznek, mert az állattartás sokkal kevésbé hatékony, mint a növénytermesztés. Ha az első telepesek az egyenlítő közelében landolnak, ott nappal elég meleg lesz ahhoz, hogy felfújható üvegházakban gazdálkodjanak. Ezeket persze rendesen le kell szigetelni, és passzív napenergiát használó eszközöket, például hőelnyelő köveket kell fűtésre használni. Mindezt ki kell egészíteni elektromos fűtéssel, kompenzálandó, hogy a hőmérséklet éjjel meredeken zuhan. Emellett a kinti ritka légkörnél sűrűbbet kell létrehozni. Napforduló idején egy tipikus marsi napon 12 órán át van világos és 12 órán át sötét. A tekintetben, hogy egy ilyen marsi üvegházban mekkora légnyomásnak kell uralkodni, különféle becslések születtek de a botanikusok szerint már a föld légköri nyomásának egy tizede is elég kell, hogy legyen a sikeres növénytermesztéshez. A nemzetközi űrállomáson végzett kísérletek eredményeiből tudjuk, hogy a növények súlytalanságban is fejlődnek, de azt senki sem tudja biztosan, hogy a mars gravitációja, a földének csak 38%-a, hogyan fog hatni a növényekre. A regolitról viszont már tudunk annyit, hogy biztonsággal kijelenthessük, Javarészt remek talaj válik majd belőle, bár a konkrét végeredmény attól függ, hogy a marsnak mely részéről lapátolják össze. A leszálló egységek által vizsgált mintákból és a földre hullott marsi meteoritok elemzéséből arra lehet következtetni, hogy a földön Smektit néven ismert igen gyakori és főleg macskalomban használt agyaktípus a marson is megtalálható. Az agyag gyorsan elnyeli a vizet, ezért alkalmas lehet növénytermesztésre. Viszont elképzelhető, hogy a mars talaja túlságosan savas, vagy túlságosan lugos, ezért talajjavításra és például nitrogénes műtrágyázásra lesz szükség. A hidropónia, a talaj nélküli tápanyagban gazdag vízben folytatott növénytermesztés kínálná a legnagyobb biztonsággal a jó termést, Feltéve, hogy a víz könnyen hozzáférhető és folyékony halmaz állapotban tartható. Angelo Vermeulen biológus és művész, aki hónapokat töltött szimulált marsi környezetben, azt mondja: Én személy szerint nem vagyok meggyőződve afelől, hogy beválik az üvegház. Túl kevés a napfény és túl erős a sugárzás. A marsról küldött képes lapom persze jól mutatna, de nem praktikus. Az ő elképzelésében hidropónikus tenyészkamrák szerepelnek, amelyeket mesterséges dombok alá vagy természetes módon létrejött lávabarlangokba temetne, hogy védje őket a sugárzástól. A marson az élelemtermelés sikerének kulcsa a kontroll, mondja Vermeulen. Irányításunk alatt kell tartani a környezeti tényezőket. Ledes világítással kontrollálható a növényeket érő fény frekvenciája, spektruma és intenzitása is. A hidroponikus termesztéssel szigorú felügyelet alatt tartható a víz és a tápanyagok mennyisége, így biztosabbak lehetünk a termés sikerében. Bár a kamrákban és üvegházakban az első telepeseknek csökkenteniük kell majd a marsi levegő magas széndiokszid tartalmát, megeshet, hogy a nagy dózis hatására a növények gyorsabban nőnek majd, és nagyobb hozamot produkálnak. Állítgatni kell a széndiokszid mennyiségét, és kitapasztalni, mi válik be, mondja Vermeulen. A földet érő napfénynek körülbelül a 60%-a jut el a marsra. Délben négyzetméterenként nagyjából 600 wattnyi energia érkezik a marsra napfény formájában, ennyi jut a növényeknek. A földön ez a szám ezer watt körül alakul. Így délben a marson olyan erős a napfény, mint amikor a földön elkezdődik a szürkület, és a nap 35 fokkal a horizont felett lebeg. Talán könnyebb képzelni ha azt mondom, a marson olyan a déli napsütés, mint nálunk a téli hónapokban Milánó, Chicago, Peking vagy Szaporó városában. Fontos, hogy a marson megtermelt élelem a lehető legtöbb tápanyagot tartalmazza, ugyanakkor a növénytermesztés csak kis helyet foglaljon el. Hogy milyen növényeket kellene termeszteni a marson, az nem eldöntött kérdés, még folynak a kutatások. Az biztos, hogy a bab köztük lesz, hiszen magas fehérje és rost miatt helye lehet a marsiak étrendjében. A gomba könnyen megterem a növényi hulladékból készült komposzton. És ha Vermeulen állítaná össze az étlapot, akkor azon rovarok is szerepelnének. A rovaroknak be kellene kerülniük az űrhajósok étrendjébe. A szöcske és a tücsök finom, ropogós falatok és magas a fehérje tartalmuk. Én a szárított lisztbogarat is nagyon szeretem. Az egyik projektem keretében megsütjük és salátába keverjük őket. A saláta és a hozzá hasonló leveles növények luxuscikknek számítanak majd, de fontos szerepük lesz. A saláta nem épp ideális növény. Alacsony a tápanyag értéke és elég nagy helyet foglal. De az emberekre gyakorolt pszichológiai hatása kiváló, mert friss és ropogós, mondja Vermeulen. A biológust elképeszti, hogy az emberek még mindig azt hiszik, az űrhajósok csupa olyasmit esznek, ami egy tubusból jön ki. Az űrhajósoknak is kellenek az ismerős ételek, a hazai ízek. Ők is vágynak a közös étkezésekre. A nemzetközi űrállomáson visszakérték a korábban eltávolított asztalt, hogy együtt tehessenek. Kellenek az otthonra emlékeztető apróságok, kultúrájuk, identitásuk mementói. A kínai és az orosz asztronauták mást akarnak enni, mint az amerikaiak. Nemrégiben a holland gazdasági minisztérium támogatásával elvégeztek egy 50 napos kísérletet egy holland üvegházban. Az eredmények komoly optimizmusra adnak okot a marsi növény termesztéssel kapcsolatban, bár a gyengébb gravitációval és napsütéssel nem számoltak. A holland termelőknek a NASA szállította a termőtalajt hawaii és Arizonából, szerintük az ottani talaj hasonlít leginkább a regolitra. Az elvetett magokból mintegy 4200 növény hajtott ki, és egyébként minden szimulált marsi talajba ültetett mag kicsírázott. Úgy tűnt többek között a zsázsa, a paradicsom, a rózs és a sárgarépa érzi igazán jól magát a várakozásoknak megfelelően jó víztartó képességűnek bizonyult marsi talajban. Jelenleg is folynak kutatások etéren, például a kanadai Devon-szigeten és a Mars Társaság Juta állambeli üvegházában. Függetlenül attól, hogy mennyire lesz sikeres a növénytermesztés a Marson, a helyben termett növények eleinte csak egy kis részét teszik ki az emberek étrendjének. Az élelem nagy része a földről fog érkezni. Nem hiszem, hogy valaha is eljön az a nap, amikor az élelem száz százalékban saját termés lesz, mondja Vermeulen. Őszintén szólva, kezdetnek már az is bőven megtenni, ha az élelmünk 10%-át meg tudnánk termelni. Ennek részben az az oka, hogy a tenyésztartályok és a növénytermesztéshez szükséges berendezések rendkívül hely- és energiaigényesek. Márpedig az űrutazásban és a másik bolygóra költözésben a tömeg és az energia a döntő. A szállás és ruhadilemma ahogy a kezdeti időszakban a növényeknek, úgy az embereknek is szükségük lesz speciális menedékre és ruházatra az életben maradáshoz a zord marsi környezetben. A fémből készült űrhajók és a felfújható épületek erre nem jelentenek végleges megoldást. Kétféle sugárzással, a napból érkező és a kozmikus sugárzással is meg kell majd küzdeniük. Előbbit mi, földlakók is megtapasztaljuk, amikor leégünk a vízparton. Ezt a föld légkörén áthaladó nagy energiájú UV-sugarak okozzák. A kozmikus sugárzás ismeretlen forrásból valahonnan a naprendszeren kívülről érkezik. Ennek sokkal magasabb az energiaszintje, ezért sokkal veszélyesebb is. Mire eléri a föld felszínét, bolygónk vastag légköre sokat tompít rajta. Ám a bőr nem állítja útját, sőt, akár rendkívül vastag fémeken is áthatol, és összezavarja az elektronikus eszközöket. A kozmikus sugárzás kisebb-nagyobb adagokban, de folyamatosan áramlik felénk. Nehéz védekezni ellene, mert nagyon magas az energia szintje. A szikláshegység magaslatain élő embereket és a tengeren túli repülőjáratok pilótáit nagyon sok kozmikus sugárzás éri. Nem is kérdés, hogy a nagyobb kitettség egyenes arányban, bár talán csak kismértékben, de növeli a rák kialakulásának kockázatát. Idővel minden nemű sugárzás káros az ember egészségére nézve. A NASA szakértői azt fontolgatják, hogy kitolják a kapott sugárzási dózis megengedett felső határértékét a hosszú űrutazásokon, például a Mars utazáson résztvevő astronauták esetében jó lenne, ha a vörös bolygó vékony atmoszférája viszonylag ellenállónak bizonyulna a napsugárzással szemben. Azonban egy napkitörés, amely telibe találná a marsot, ami ritka bár, de a lehetőség mindig fennáll, komoly, hosszú távú egészségkárosodást okozna. A telepeseknek ezért olyan menedékre lesz szükségük, amelynek a teteje a lehető legvastagabb regolit vagy kőréteggel védi őket. A mars felé tartó napvihar elől pedig egy mély barlangba, vagy valami hasonló helyre kell menekülniük. Robert Zabrin, Mars Direct elnevezésű évtizedeken át csiszolgatott terve az ókorból jól ismert, boltíves téglaépületek felállítását javasolja, amelyekhez a téglát ott helyben regolitból lehetne előállítani. A szorosan egymás mellé épített boltíves házak hatékony védelmet nyújtanának mind a hideggel, mind pedig a sugárzásokkal szemben, főleg akkor, ha az épületeket legalább három méter vastag regolitrétek borítaná. A vörös bolygó gyarmatosításának hívei szerint az is jó lenne, ha az űrhajósok a Marson fellelhető anyagokból az építkezéshez használható műanyagot, valamint vasat, esetleg acélt és rezet tudnának előállítani. Ezek nem légből kapott ötletek, alaposan átgondolták őket, csak épp rendkívül sok energiát és rengeteg különleges berendezést igényelnének. Zabrin elképzelésében tolólappal felszerelt kis teherautók szerepelnek amelyek majd ide-oda tologatják és szállítják a hihetetlenül kemény, fagyott regolitot. Az emberek elszállásolásának legnagyobb stratégiája majd a tapasztalatok révén fog kialakulni. A történelem során az ember brilliáns módon alkalmazkodott a környezetéhez, abból építkezett, amit maga körül talált, és olyan menedéket épített magának, amilyenre az adott körülmények között a leginkább szüksége volt. Ugyanezt történik majd a marson is. De az első telepeseknek lehet, hogy be kell érniük a barlangokkal, hasadékokkal, lávacsövekkel, ha megbízható védelmet akarnak biztosítani maguknak a sugárzásokkal szemben. Aztán, ha már a föld képére alakítottuk a marsot, a sűrűbb légkör jelentős mértékben csökkenti majd a sugárzás veszélyt. De nem csak a lakóhely, hanem a ruházat is szerepet játszik majd a hideggel és a sugárzással folytatott harcban. A marson ezen kívül felmerül egy egészen sajátos probléma is, amit csak a ruházat tud megoldani. Ez pedig a légköri nyomás hiánya. Itt a földön minden pillanatban egy nagyon magas légoszlop nehezedik ránk. Nyújtsuk ki a karunkat, és próbáljuk meg elképzelni a minden porcikánk felett tornyosuló több kilométernyi atmoszférát. Ez a légréteg a tengerszint magasságában négyzetcentiméterenként átlagosan egy kilót nyom. A testünk folyamatosan ennek a nyomásnak tart ellen. A marson, ahol a légköri nyomás kevesebb, mint egy százada a földinek, senki sem húzná sokáig a testre nehezedő, külső nyomást kiegyenlítő szkafander nélkül. Szemben a víz és oxigénellátás, az élelmezés és a lakhatás problémájával erre csupán egyetlen megoldás létezik, ha éjjel-nappal szkafandert hordunk, kivéve, ha inkább laknánk túlnyomásos konténerekben. Dava Newman, az MIT asztronautika professzora, túlnyomás nélküli hajlékony, a mostaniaknál könnyebb szkafander tervezésén dolgozik, amely ideális lenne a bolygón bolyongáshoz. Szerinte a szervezet megfelelő működéséhez a földi légnyomásnak csupán az egyharmada is elegendő, ami kevesebb, mint 0,35 kg négyzetcentiméterenként. Az ő szkafanderei inkább hasonlítanak hordható ruhára, mint Bumfordi űrkabinra. A második bőr rétegként funkcionáló bioszuit tervéhez polimereket és alakmemória ötvözeteket használ, hogy a mostani szkafandereknél rugalmasabb és könnyebb védőruhát alkosson. Hogy a ruházat ne akadályozza viselőjét a mozgásban, Newman csak annyi sugárzás elleni védelmet használ, amennyi feltétlen szükséges. Nem akarok plusz rétegeket tenni a ruhába, mert attól nehéz lesz és nagy. Nem kell a sugárvédelem? Mindenképp. De a szkafanderbe talán elég egy kevés is, mert az űrhajósok idejük nagy részét marsjárműben vagy védett lakóhelyükön töltik. Mire embereket tudunk küldeni a marsra, mondja Newman, már ismerni fogjuk a sugárzás mértékét, köszönhetően az elmúlt évtizedekben átküldött marsjáróknak és műholdaknak. Mindezek a kérdések lényegében egyetlen nagy dilemmaként foglalhatók össze. Hogyan fogunk tudni megélni egy ennyire barátságtalan környezetben? A választ azok a melegítő módszerek fogják megadni, amelyek majd sűrűbbé teszik a légkört. Vagyis átalakítják az egész bolygót, hogy olyan legyen, mint a Föld. Ezt a folyamatot nevezik terraformálásnak, és évszázadokig is eltarthat, de a lényeg, hogy sikerülhet. És sikerülni is fog. 7. Földünk képére formáljuk a marsot Az ember bebizonyította, hogy messze menőkig képes adaptálódni a szokatlan életkörülményekhez, és könnyen alkalmazkodik az olyan barátságtalan környezethez is, mint az Amazonas őserdői vagy Grönland örök égmezői mégis eljön majd az a pillanat, amikor elegünk lesz a légzőkészülékből, az oxigén szint folyamatos ellenőrzéséből és a rendkívüli hidegből. Természetes igényünk lesz a vörös bolygó légkörének áttalakítása és a felszíni hőmérséklet megemelése. E ponton hadd jegyezzem meg, hogy azoknak a tudósoknak, akik az 1960-as évek óta tanulmányozzák a mars evolúcióját, és gyűjtik az oda küldött űrjárművekről érkező információkat, meggyőződésük, hogy egykor ennek a bolygónak is voltak folyói, tavai és volt legalább egy óceánja, párás légköre, és nem kizárt, hogy volt rajta élet. Szerencsénkre a víz, a légkör sűrűsége és a hőmérséklet egymással összefüggő jelenségek. Íme egy egyszerű áttekintés. Ha sikerül megemelni a Mars átlaghőmérsékletét Valószínűleg felszabadulnak a most még fagyott állapotú gázok. Ezek a gázok telítik a légkört, ami ettől sűrűbb lesz, ennek eredményeként pedig kialakul az üvegházhatás. A hőmérséklet tovább nő, a felszíni jég megolvad, főleg az egyenlítő mentén. A víz cseppfolyósá válik, és ha van folyékony víz, meg persze megfelelő légkör, a telepesek az üvegházon kívül is tudnak majd növényt termeszteni. Ezek a növények megemelik a légkör oxigén tartalmát. Akár csak a földön, az élet és az ökológia kulcsfontosságú elemei a marson is elválaszthatatlanok egymástól. Azt a folyamatot, amely révén a föld képére alakítjuk majd a marsot, terraformálásnak vagy földformálásnak hívják, bár pontosabb elnevezés lenne a bolygómérnökség. A NASA nyelvezetében ez a bolygóökoszintézis. Ami pedig a terraformálás kifejezését illeti, bár ennek a megalkotását gyakran különböző science fiction íróknak tulajdonítják, valójában Carl Sagan csillagásztól származik, aki a tekintélyes Science magazinban 1961-ben megjelent cikkében a Vénusz terraformálását javasolta, hogy az lakható legyen az ember számára. A terraformálás rendkívül sok pénzt fog felemészteni, és akár ezer évig is eltarthat, mire az ember Kanada nyugati partvidékére emlékeztető környezetben sétálgathat a marson. De ha sikerülne, a bolygó megfelelő részein csak néhány fokos hőmérséklet emelkedést elérni, már attól sokkal kellemesebbé válna ott az élet, mint amilyen 2027-ben azon a bizonyos napon lesz, amikor megérkeznek az első astronauták néhány évszázad leforgás alatt pedig már komoly változásokat lehet elérni a szabadtéri létformák terén. A terraformálás első lépése a mars felmelegítése. Erre számos lehetséges megoldás létezik már. Sok szempontból a legvonzóbb, leggyorsabb eredményt hozó módszer az lenne, ha egész egyszerűen hatalmas tükrökkel próbálnánk meg visszatükrözni a napfényt a felszínre. Különlegesen eredményes lenne ez a módszer, ha a tükrökkel a déli sarkvidékre irányítanánk a napsugarakat, ahol a vízjeget vastag száraz jégtakaró borítja. Viszont ez lenne a legdrágább és technológiailag a legbonyolultabb megoldás is egyben. Ám ha mégis emellett döntünk, néhány év múlva már folyóvizek szabdalnák a mars felszínét nappal az egyenlítő közelében. Az erre a célra használt tükröknek rugalmasnak kell lenniük, mint amilyenek a napvitorlák, poliamit filmből kell készülniük, és felszínüket rendkívül vékony alumínium réteg kell, hogy borítsa. Ezen kívül pedig hihetetlenül nagynak kell lenniük, több mint 240 km átmérőjűnek. Ahhoz valószínűleg túl nehezek lesznek, hogy a földről küldjük fel, így kénytelenek leszünk a marson legyártani őket. Erre a célra újrahasznosíthatnánk egy a hosszabbik úton érkező teherszállító űrhajó napvitorláját. Részben ez biztosítaná az út megtételéhez szükséges meghajtást, amíg az űrhajó mars körüli pályára nem lép. Ott már leválasztható és elszállítható lenne egy olyan helyre, ahonnan visszaveri a napfényt a marsra. A tükrök egyébként mód felett egyszerű szerkezetek. Ki lehetne tenni őket olyan meghatározott helyekre, ahol a napsugarai folyamatosan elfelé tólják őket a marstól, a bolygó gravitációja viszont ugyanakkora erejű vonzást gyakorol rájuk. Így egyfajta statikus szatellit lenne belőlük. Robert Zöbrin ezt a melegítési módszert favorizálja, és úgy számol, hogy egyetlen 240 km átmérőjű tükörrel 10 Celsius fokkal lehetne megemelni a déli sarkvidék felszíni hőmérsékletét. Ez már elég lenne ahhoz, hogy jelentős mennyiségű széndiokszid közismerten üvegházhatású gáz kerüljön a légkörbe. Ennek hatására villámgyorsan létrejönne az üvegházhatás, ami megolvasztaná a felszíni vízjeget a regolitban, ettől vízpára kerülne a légkörbe, szintén jelentőse hozzájárulva az üvegházhatáshoz kétszer nagyobb tükörrel pedig talán kétszer nagyobb lenne a hatás. A másik reális felmelegítési stratégia lényege, hogy az aszteroida jövben keresünk egy fagyott ammóniát tartalmazó nagyobb bacska kődarabot. Ahhoz, hogy az ember előbb-utóbb speciális berendezések nélkül is lélegezni tudjon a marson, valamilyen puffergázzal kell megtölteni a légkört. A földön ez a gáz a nitrogén, az általunk belélegzett levegőnek mintegy 78%-át teszi ki. Az ammónia nitrogénből és hidrogénből áll. Ha sikerülne a Mars felé irányítani egy ammóniában gazdag aszteroidát, az így bekövetkező becsapódásnak legalább két következménye lenne: hő termelődne, és ez segítene felmelegíteni a Marsot, valamint a légkörben megemelkedne az üvegházhatású gázok szintje. Egy nagy aszteroida becsapódása már önmagában is közel 3 Celsius fokos hőmérséklet növekedést eredményezne. Ám ez sajnos katasztrofális következményekkel is járhat. Megeshet, hogy a becsapódás hatására beáll az úgynevezett nukleális tél. Olyan sok por kerül a légkörbe, hogy a bolygó előbb lehűlne, mint hogy felmelegedne, jó ócskán kitolva ezzel a terraformálás idejét. Ráadásul az ammónia maró hatású anyag és a sok van belőle a légkörben, az károsabb lehet az emberre nézve, mint a nagy mennyiségű széndiokszid. Ám végül a napsugarak hidrogénre és nitrogénre bontanák az ammóniát. Az így keletkező hidrogén egy része reakcióba lépne a regolitban lévő vasoxiddal, és víz keletkezne. A hidrogén többi része, a mars gyenge gravitációja miatt valószínűleg szétszóródna az űrben. Van még egy megoldás a mars felmelegítésére, de ez nagyon nem praktikus. Ehhez ugyanis robotvezérlésű űrhajót kellene küldeni, például a Saturnus egyik holdjára, a Titára, vagy valami hasonló szénhidrogénekben gazdag helyre, és meg kellene találni a módját annak, hogy felszívjuk a folyékony metánt, amely a hold felszínén csordogál, és kis óceánokat alkot, majd azt el kellene szállítanunk a marsra. Ha szénhidrogén például metán kerülne a Mars légkörébe, abból üvegházhatású vízpára és széndiokszid keletkezne. Itt a Földön a saját kárunkon tanultuk meg, hogy bizonyos fluor -alapú gázok sokkal hatékonyabban idézik elő az üvegházhatást, mint a vízgőz és a széndiokszid. Jó példa erre a klorofluor karbonok, más néven a CFC-k csoportja. A Földön ezek olyan erőteljes üvegházhatást idéztek elő, hogy használatukat, a sprékben és hűtőkben és klímaberendezésekben világszerte betiltották, mert károsítják az ózorréteget. Ám lehet, hogy a Marson éppen ezek a gázok jelentenék majd a megoldást. Szakértők azt gondolják ugyanis, hogy a Földön a perfluorkarbonok, azaz a PFC-k gyári előállításához szükséges elemek a Marson természetes formában is előfordulnak. Mi itt évtizedeken keresztül építettünk ilyen gyárakat, hogy előállítsuk a hűtőink és klímáink működéséhez elengedhetetlen gázokat. Ez a technológia megvan nekünk talomban. De a marsi atmoszféra megváltoztatásához elegendő PFC előállításához hatalmas gyárak és több ezer munkás kellene, és ennek megvalósítására vajmi kevés az esély azelőtt, hogy az első marsi város létrejönne. A mars felmelegítésének legolcsóbb módja talán az lehetne, ha olyan baktériumokat vetnénk be, amelyek a nitrogénből és vízből, ammóniát vagy széndioxidból és vízből metánt állítanak elő. Ám ez egy tipikus 22-es csapdája, méghozzá a víz miatt. Azért kell felmelegíteni a bolygót, hogy legyen folyékony vízünk, de nem tudjuk felmelegíteni a bolygót folyékony víz nélkül ennek a problémának a megoldásához olyan tudósok kellenek, mint J. Craig Venter, aki az elsők között térképezte fel az emberi génállományt. Venter régóta kísérletezik azzal, hogy módosítsa a már létező mikrobákat, hogy azok neki engedelmeskedjenek. Az olajcégek például jó hasznát vennék a biomérnökök által előállított baktériumoknak azokban a régi olajkutakban, amelyekben még mindig benne van eredeti olajkészletük akár 20%-a is, de azt már csak nehezen lehetne kiszivattyúzni. A megfelelő baktérium boldogan elszaporodna ebben az olajfürdőben, és lakmározás közben, mint egy melléktermékként metánt, vagyis földgázt termelne. Hajszányira vagyunk attól, hogy képesek legyünk bizonyos feladatok elvégzésére beprogramozható új baktériumfajokat létrehozni. Ha ki tudnánk fejleszteni olyan új bakteriális életformákat, amelyek képesek megélni a marsi regolitban lévő ásványi anyagokon, és PFC-ket ürítenek, a mars rövid időn belül sokkal melegebb helyé válna. De néhány évtized alatt már a létező ammóniát és metán termelő baktériumokkal is elérhetnénk, hogy emelkedjen a bolygó hőmérséklete. Ráadásul az így keletkező metán és ammónia segítene megvédeni az embert a sugárzásoktól. A baktériumok bevetésével az a gond, hogy ha beindulnak, nem biztos, hogy könnyen le lehet állítani őket. Az 1930-as években amerikai farmereknek azt tanácsolták, hogy a talajerózió megállítására ültessenek kudzu nevű kúszónövényt. A kudzu nem őshonos az Egyesült Államokban, és az invazív fajok között tartják számon. Már a kudzu indái szinte teljesen behálózták a déli államokat. Mindent egybevetve azt kell mondanunk, hogy mind a mesterségesen generált aszteroida becsapódás, mind a génmódosított, üvegházhatású gázokat termelő baktériumok betelepítése a legjobb esetben is problématikus lenne. A legegyszerűbb és legelegánsabb megoldás legalábbis a melegítési folyamat elindítására az lenne, ha egy napvitorlával felolvasztanánk a sarkvidékeket. A napfényt a marsra visszaverő napvitorla alkalmazásának egyetlen hátránya van csupán, a költsége. De ehhez legalább nem kell még nem létező technológiák. Ha egyszer sikerül annyira felmelegíteni a marsot, hogy rajta a víz megint folyékonyá válik, akkor át kellene majd telepíteni a földről a széndiokszid dús környezetben feltehetően gyorsan elszaporodó, strapabíró növényeket. És minél több lesz a növény, annál több oxigén lesz a légkörben. De az oxigén nem tartozik az üvegházhatású gázok közé, és inkább hűti, mint fűti majd a bolygót. A már eleve vékony atmoszféra meg a gyenge gravitáció miatt, és mert valamennyi üvegházhatású gáz, amit a marsra viszünk, előbb-utóbb lebomlik, a mars légkörét mindig újra kell majd tölteni, és az összetételét is folyamatosan kontrollálni kell. Mi itt a Földön azért építünk üzemeket, hogy szűrjük és tisztítsuk az édesvizeinket. A mars lakóinak azért kell majd üzemeket építeniük, hogy a bolygó légköre kellően sűrű és belélegezhető maradjon. Sok olyan folyamatot indítunk majd be a Marson, amelyeknek egymás közti interakciója lehet előnyös, de lehet veszélyesen kiszámíthatatlan is. Bizakodva hozzáteszem, hogy minél több jeget tudunk megolvasztani, annál több lesz a baktérium, amely lebontja a nitrátokat és nitrogént bocsát a légkörbe, és annál elfogadhatóbb lesz a légkör a növények számára, amelyek így még tovább dúsítják azt oxigénnel. Döbbenetes, hogy ezek a folyamatok micsoda szinergiában vannak. Ősi létformák felélesztése A mars terraformálásának van néhány bizonytalan tényezője. Az egyik ilyen annak a lehetősége, hogy ezzel ősi létformákat élesztünk fel. Ha arra gondolunk, hogy a marson egykor voltak folyók, tavak és volt egy óceán is, ráadásul sűrűbb volt a légkör, akkor nehéz elhinni, hogy ne létezett volna itt élet is valamilyen formában. Eleddig semmiféle arra utaló bizonyítékot nem találtunk, hogy volt élet a Marson, de a Curiosity igazolta, hogy jelen vannak az élethez szükséges alapvető kémiai építőelemek. Mivel jelenlegi ismereteink szerint nincs élet víz nélkül, hihetőnek tűnik, hogy a Mars nem mindig volt olyan kihalt, mint ami ennek most látszik. Sőt, a földi élet kialakulásának egyik elméletében is szerepel a mars. A naprendszer hajnalán, amikor még aszteroidák és üstökösök röpködtek mindenütt, a marsról hatalmas darabok váltak le, és kerültek ki az űrbe. Ha ezeken létezett valamilyen élet, az eljuthatott a földre, és egy csapásra új otthonra lelhetett bizonyítékaink vannak arra, hogy a mikróbák képesek túlélni az űrutazást. A tudósok szerint akkor tájt még volt folyóvíz a marson, amikor elkezdődött az élet a földön. Ha az élet a marson is szárba szökkent, az valószínűleg megelőzte a földi eseményeket. Ez pedig azt jelenti, hogy a bolygónkat talán a marsi élet termékenyítette meg. Egy másik elmélet ennek épp az ellenkezőjét állítja. A Föld történetének kezdetén az aszteroidák a mi bolygónkból is letörhettek darabokat. Lehet, hogy a holdunk is annak eredményeként jött létre, hogy a Föld összeütközött egy nagy objektummal. Ha a Földihez hasonló élet nyomaira bukkanunk a Marson, akkor a két bolygó közti szinergia és a kérdés, hogy vajon melyik termékenyítette meg a másikat, bizony feladja a leckét a tudósoknak. Ám még ennél is jelentősebb lenne, ha még életben lévő mikróbákat találnánk a marson. Egy efféle felfedezés hihetetlenül nagy áldás lenne a gyarmatosítók számára, mert azok a létformák egész egyedi módon alkalmazkodtak a bolygón uralkodó körülményekhez. Ha az újra meginduló folyóvíz hatására azok a mikróbák tömegesen felélednének, ki tudja, milyen kedvező hatással lennének az atmoszférára és a fejlettebb növényi létformákra. Ha az első felfedezők nem is bukkannak nyilvánvaló életjelekre a Marson, akkor is csak azután mondhatjuk biztosra, hogy van vagy nincs élet a bolygón, ha újra megindultak a folyók. Csak akkor fogjuk megtudni, mi rejtőzhet a Regolitban, a kövek alatt, esetleg a mély hőforrásokban vagy a geotermikus hatások által fűtött, felszín alatti víztartó rétegekben. Ahogy a mars melegszik, lehet, hogy az első telepesek egy nap arra ébrednek, hogy a talpuk alatt valami mohaszerűség nő. Ha van a marson melegítéssel feltámasztható élet, az felgyorsíthatja a bolygó és az ember egymáshoz történő alkalmazkodását. Persze ez lehet rendkívül mérgező is, amely még a legjobb szkafanderen is áthatol, és elpusztít minden emberi lényt a bolygón. De mindabból, amit a földi életről tudunk, joggal következtethetünk arra, hogy ez elég valószínűtlen. A másik bizonytalan tényező az élet, amelyet mi viszünk majd a marsra, és annak adoptálódása. Akármilyen alaposan sikáljuk tisztára az űrhajót indulás előtt, az valószínűleg akkor is dugig lesz potyautas mikróbákkal. Butaság lenne azt feltételezni, hogy az eddig felküldött marsjárók teljesen sterilek voltak, mert tudjuk, hogy a tiszta szoba, ahol összeszerelték őket, nem is volt olyan tiszta, mint gondoltuk. Tehát így vagy úgy, de egész biztos, hogy életet viszünk a kietlen marsi tájba. És ez az élet valószínűleg megtalálja a boldogulás útját, főleg, ha sikerül megolvasztanunk a jeget. A mars terraformálásának vannak rövidebb távú nehézségei, ilyen például a bolygó felmelegítése, és vannak hosszabb távú problémák, például az, hogyan lehet a mérgező levegőt az ember számára is belélegezhetővé alakítani. Erről már az előző fejezetben bővebben esett szó, de érdemes a terraformálás kapcsán is visszatérni rá, mert a belélegezhető levegő előállítása lesz a marsi telepesek legnagyobb, legidőigényesebb és legköltségesebb problémája. Azok az emberek és csoportok, amelyek támogatják, hogy a Mars felszínéig toljuk ki a határainkat, jogosan optimisták a tekintetben, hogy vajon képesek leszünk-e alkalmazni a bolygó felmelegítéséhez és a jég megolvasztásához szükséges technológiákat. A belélegezhető levegő biztosításáig a Mars terraformálása sokkal inkább pénz, Semint idő kérdése. A siker attól függ, mennyi tőkét vagyunk hajlandóak belepumpálni. A leggyorsabb és legköltségesebb módszerek drasztikus változásokat idézhetnek elő a marson már néhány évtized alatt. De a légkör oxigenizálása az akár ezer évnél is tovább tarthat. Van ugyanis két komoly nehézsége. Az első, hogy a föld levegője 21% oxigénből és 78% nitrogénből áll, és ez az arány kritikus. Ha pár százalék pontot esik az oxigén szint, megfulladunk. Ha emelkedik, annak a tüdőnk látja kárát. A belélegzett nitrogén viszont csak a helyet foglalja, úgy lélegezzük ki, ahogy beszívtuk. De a belélegzett levegő térfogatának nagy részét ez teszi ki. Vélhetően valamelyik inertgáz, például az argon, vagy egy nitrogén-argon keverék lehet minden reményünk. Ezért aztán nem elég, hogy kellő mennyiségű oxigént kell találnunk, amit belepumpálhatunk a mars 95%-ban széndiokszidból álló atmoszférájába, de ennek a széndiokszidnak a nagy részét le is kell cserélnünk valamilyen inertgázra. Tovább bonyolítva a helyzetet, még ha sikerül is a saját igényeinkhez igazítanunk a mars levegőjét, a bolygó hőmérséklete csökkenni fog, amint elkezdjük csökkenteni a légkör széndiokszid tartalmát. Ugyanis az oxigénből, nitrogénből vagy egy inert gázból álló keveréknek nincs üvegházhatása. A földön többek között a nagy mennyiségű vízpára tartja melegen a bolygót. Például, ha már eléggé felmelegítettük a marsot ahhoz, hogy megolvadjon a jég, rengeteg vízgőznek kellene bekerülnie a légkörbe. Esnie és havaznia kellene. A mars oxigenizálására benyújtott javaslatok sokkal hevenyészettebbek és kevésbé kidolgozottak, mint a terraformálás egyéb aspektusairól szóló tervek. A belélegezhető levegő előállításához szükséges technológiáknak még nem mindegyike létezik. Lehet találgatni, mi lenne a megoldás, de azt nem vehetjük biztosra, hogy a próbálkozásaink elsőre sikerrel járnak. Ráadásul nagyon körültekintően kell eljárnunk, mert ha valamit elszúrunk, nem biztos, hogy helyre tudjuk hozni. A mars atmoszférájának átalakítása még a legoptimálisabb forgatókönyvek szerint is eltarthat vagy 900 évig. De az emberiség már ez idő alatt is fantasztikus fejlődésen fog keresztül menni, és okkal feltételezhetjük, hogy a mars benépesítése sikeres lesz. Alig 50 éve, hogy az Apollo 11 leszállt a Holdon. Két-háromszáz év múlva pedig úgy, hogy az emberiség tudásbázisa néhány évente megduplázódik, már sokkal több ismeretünk lesz ebben a témában. És ha van itt valami, ami katalizátorként hajtja előre a fejlődést, képesek vagyunk módosítani az élőlények génállományát, főleg a növényekét, és ez a tudás is rohamosan fejlődik. Génmódosítás Szitokszó a földön, a remény szava a Marson, mert lehet, hogy ez lesz a kulcs egy olyan marsi légkör megteremtéséhez, amelyben élni tudunk. Vegyük sorra, mi mindent tudunk már most a Mars légkörének átalakításáról. Ahogy melegszik a bolygó és újra folyni kezd a víz, a nitrátok feloldódnak a vízben, és nitrogén kerül a légkörbe, ami a növények számára létfontosságú. És minél több növény nő a Marson, annál több lesz az oxigén is. Ahogy a víz végigfolyik a regolitban található oxidáló hatású vegyületeken, lebontja azokat, és még több oxigént bocsát a légkörbe. A mars felszínét borító, főként vasoxidban álló, vörös porban is rengeteg oxigén van megkötve. Nukleáris meghajtású kis gépek barangolhatnák be a mars felszínét, mintákat vehetnének a porból, felmelegíthetnék, és ezzel szintén oxigént termelhetnének. De milliónyi fűnyíróhoz hasonló szerkezet alkalmazása már egy kicsit túlzó elképzelés, mivel rengeteg energiát emésztenének fel. Ennél talán jobb ötlet lenne Robert Zabrin elméletét követni. Ő azt javasolja, hogy kezdetben baktériumokkal és igénytelen növényekkel népesítsük be a marsot, ezzel kezdjük az oxigenizálási folyamatot, amely később majd lehetővé teszi fejlettebb növények termesztését is, és azok majd sokkal több oxigént termelnek, hogy megvessék a lábukat a vörös bolygón. A nap és a kozmikus sugárzás a növényeknek is gondot okoz majd, de ahogy melegszik a bolygó és egyre sűrűbb lesz a légkör, jól lehet a széndiokszittól jelentősen csökken majd a sugárzás okozta kár ahogy azt az előző fejezetben is megjegyeztem, a hatalmas mennyiségű légköri széndiokszid komoly hátrány az ember számára, de a növényeknek igazi áldás. Hiszen a növények széndiokszidot használnak fel, és oxigént bocsátanak ki. A néhai fizikus Richard Feynmannek volt az a szavajárása, hogy a fák igazából nem is szárazföldi növények, a levegőtől nőnek. Fejlődésükhöz elsősorban napfény és széndiokszid kell, bár a talajból felvett víz is nélkülözhetetlen. A növények valószínűleg jól érzik majd magukat a széndiokszidban gazdag marsi környezetben, génmódosításban jártas mérnökeink pedig minden bizonyal előállnak majd olyan növényekkel, amelyek a marson gyorsabban és nagyobbra nőnek, mint bárhol máshol. Lehet, hogy végül a genetikusok találják meg a belélegezhető levegő előállításának kulcsát. Azt nem várhatjuk, hogy a növények a ma ismert formájukban végezzék el ezt a hatalmas munkát, át kell őket alakítani, hogy egy olyan környezetben is viruljanak, ahol nagyobb a sugárzás, kisebb a légköri nyomás és kevesebb nitrogén van a levegőben, mint a földön. Persze a növények a megoldásnak csak egy részét jelentik. Mivel a génmódosítás, a baktériumok és mikróbák áttalakítása terén is rohamosan fejlődik, lehet, hogy képesek leszünk olyan új létformák előállítására, amelyek elfogyasztanak mindent, ami nekünk nem kell, például a széndiokszidot, és valami olyasmit ürítenek, amire viszont nagy szükségünk van, mondjuk oxigént és nitrogént. Azok a feltételezések, amelyek szerint ez a folyamat akár ezer évig is eltarthat, nem veszik figyelembe a tudomány és a technológia előrelátható fejlődését. 2014. szeptemberében a NASA Maven űrszondája Mars körüli pályára állt. Feladata a marsi atmoszféra felső rétegeinek, valamint az ionoszférának a tanulmányozása, hogy kiderítse, a marson maradó gázok mekkora részét söpri ki a napszél. Az egy évig tartó projekt célja kideríteni, mi történt, hogy a mars, ami most már tudjuk egykor nedves és párás és kellemesen meleg volt, ilyen szikkadt, fagyos helyé változott, ami ennek most ismerjük. A Maven eredményeiből sokat tanulhatunk majd. Azt biztosan tudjuk, hogy a marsal kapcsolatos ismereteink exponenciálisan nőnek, hogy a génmódosítás rohamtempóban fejlődik, és hogy egyre gyorsabban leszünk egyre okosabbak. Gondoljunk csak bele, mennyit tudtunk biológiából és kémiából 300 évvel ezelőtt, az 1700-as években. Képzeljük el, mennyit fogunk tudni 300 év múlva, a 2300-as években. Mai tudásunk jó része furcsának foghatni. A Marsot alakítsuk át, vagy az embert! Egyre profibbak vagyunk génszerkesztésben a sejten belüli génállomány módosításában, a gének cserélgetésében. Egyre ügyesebben használjuk a vírusokat arra, hogy behatoljanak a sejtmagba, és ott átírják az ember genetikai kódját. Eddig ez a tudományág a betegségek gyógyítását tűzte ki célul. De nem sokára, vélhetően úgy 50 év múlva, az ember génállományát is képesek leszünk módosítani. Ez a folyamat már most is zajlik számos láthatatlan módon. És a természet is részt vesz benne. Genetikai kódunknak mintegy 8%-a azoktól a vírusoktól származik, amelyek az emberiség története során megtámadták a szervezetünket, bejutottak a sejtjeinkbe, és ott megváltoztatták a DNS-ünket, hogy szaporodni tudjanak. Mi most ezt a természetes folyamatot másoljuk le. Vírusokat juttatunk be az emberi sejtekbe, és áttalakítjuk azokat. A San Diego-i székhelyű Celladon kidolgozott egy módszert, amelyel módosíthatók a szívizomsejtek azokban a betegekben, akiknek a szíve nem pumpál elég hatékonyan. A módszer klinikai tesztelése már a második fázisban tart. A lényege, hogy újraprogramozzák programozzák a szívsejteit. És ebből adódik egy hatalmas ötlet. Miért ne tudnánk átprogramozni az emberi tüdőt vagy a vérsejteket, hogy azok leválasszák a szénatomot a széndiokszid molekuláról? Naivitás azt gondolni, hogy ne tudnánk ezt megcsinálni 300 év múlva. Így arra a kérdésre, hogy milyen lesz az életünk a marson, az igazi válasz talán nem abban rejlik, hogyan tudjuk áttalakítani a marsot, hanem abban, hogyan tudjuk áttalakítani az embert. Bármilyen ijesztőnek tűnik is ez a megoldás, bizony már nyira van. És jó szívvel, tárt karokkal fogadjuk, ha a betegségek gyógyításáról vagy a szervezetünk ellenállóbbá tételéről van szó. Roham tempóban közeledik az a pont, amitől fogva nem a természet, hanem az ember maga irányíthatja majd a saját evolúcióját. Miért ne használhatnánk hát ezt a tudást arra is, hogy kellemes élőhelyét tegyük a tartalékbolygónkat? Azt gondolom, hogy az astronautákat majd génterápiával készítik fel a nagy útra, mondja Angelo Vermeulen. Az emberi szervezet nem űrutazásra termett. Azt tudjuk, hogy egyesekre kisebb hatással van a sugárzás, mint másokra. Ki fogjuk deríteni, hogy ennek mi az oka és e szerint módosítjuk majd a génjeinket, hogy adaptálódni tudjunk. Arra talán nem leszünk képesek, hogy egy élet alatt annyira megváltoztassuk az embert, hogy széndiokszidot tudjon lélegezni, de várhatóan genetikailag módosítani tudjuk majd a petesejtet és a spermiumot, és ezzel elindítjuk ezt a változást az utódokban. A génmanipuláció nem kitaláció, ez a jövő. Mindeközben, ahogy telik az idő, és fejlődnek a terraformálási módszerek, ezzel együtt talán fejlődni fog az emberi gének módosításának tudománya is, és elérkezünk majd arra a pontra, amikor a Mars atmoszférájának már csak 40% a széndiokszid, mi pedig már annyira átalakítottuk az embert, hogy képes belélegezni egy olyan levegőt, amelynek 40% a széndiokszid. A genetika és a terraformálás boldog egyensúlyt teremthet. Az ember átalakítása sokak számára nagyobb csoda, mint egy bolygó átalakítása, pedig jelenleg előbbihez sokkal jobban értünk, mint az utóbbihoz. Talán félelmetes, hogy olyan hatalom kerülhet a kezünkbe, amit eddig csak az Isteneknek tulajdonítottunk, de a szellem már kiszabadult a palackból. Ha az emberiség fenn akar maradni, élnie kell ezzel a hatalommal. 8. A következő aranyláz Végső soron az ember nem azért fogja megpróbálni olyan élhető bolygóvá alakítani a marsot, ahol szkafander és oxigénmaszk nélkül is vígan élhetünk, mert tönkretesszük a földet, vagy mert tudjuk, ki kell lépnünk az űrbe, mielőtt a haldokló nap benyeli a bolygónkat, vagy letéríti a pályájáról. Az emberek pontosan ugyanazért fognak elmenni a marsra, amiért a spanyolok elmentek az új világba, vagy amiért a földművesek elvándoroltak a kaliforniai Sutter's Millbe. Azért, hogy meggazdagodjanak. Az történik majd, ami minden újonnan felfedezett területtel történt. Az újrakezdés és a gazdagság csábító lehetősége lesz majd a fejlődés motorja. Sokan, akik ezen az új vidéken megtalálják majd a számításaikat, épp abból fognak meggazdagodni, hogy segítenek másoknak odajutni. Elon Musk szemében a SpaceX egyértelműen ennek a hagyománynak a legújabb zászlós hajója, hiszen már azt is kitalálta, mennyibe fog kerülni egy jegy a marsra. Azután, hogy a telepesek első, második és harmadik nagy hulláma feltúrja a marsot, csak hogy rájöjjön, az egykori folyómedrek nem rejtenek aranyat, lehet, hogy a figyelmüket a NASA weboldalán megbújó, a földközeli aszteroidákkal kapcsolatos információ kelti fel, szerint a Mars és a Jupiter pályája között található aszteroidaövben található ásványlelőhely értéke nagyjából 100 milliárd dollár fejenként a Föld összes lakosát figyelembe véve. Ez az aszteroida öv fémekben rendkívül gazdag, de a földről csak óriási költségek árán lehet ehhez a készlethez hozzáférni, részben azért, mert nagyon sokba kerül egy olyan rakéta, amelyel ki lehet lépni a föld gravitációs mezőjéből. Viszont a marson gyenge a gravitáció, így onnan már viszonylag olcsón át lehet repülni az aszteroidákra. És ez még nem minden. Az aszteroidák sokkal közelebb vannak a marshoz, mint a földhöz. Ha kész az első marsi település, attól kezdve sokkal olcsóbb és könnyebb lesz onnan elindulni aszteroida bányászatra, mint a földről. Musk szerint azonban még a marsról indulva is túl drága lesz a bányászat, ha a fémeket vissza akarjuk szállítani a földre, és ez az egyszerű kereskedelem már elég lesz ahhoz, hogy eltartsa a vörösbolygó lakosságát. Egy mars kolónia gazdasági alapját az adja majd meg, hogy mit csinálnak az emberek a földön, és ebbe beleszámít minden a vasöntödétől a pizzahátig, mondja. Hogy a marsiak mit szállítanak majd vissza a földre? Szerintem elsősorban szellemi tulajdont. Szórakoztató ipari terméket, szoftvereket, vagy olyasmit, ami atomok helyett fotonokkal is szállítható amit atomok formájában szállítanak, annak súlyérték arányban rendkívül értékesnek kell lennie, mert a földre szállítás költsége igen magas lesz. Elképzelésem szerint a marsról visszainduló űrhajóknak kevesebb rakománya lesz, mint amennyi az odaúton volt. Ugyanis a visszaúton már csak az űrhajó van, gyorsító fokozat nincs. Miközben az is lehetséges, hogy sokkal hamarabb neki kell állnunk az aszteroida bányászatnak, mint azt bárki is gondolná. Ahogy a föld lakossága lassan eléri és meg is haladja a 8 milliárdot, ezzel párhuzamosan kifogyunk a legfontosabb fémekből, még azokból is, amelyek meglétét természetesnek vesszük. Ilyen például a réz. A földkérekben lévő fémkészletek nagy része valószínűleg hamarosan kimerül. Száz év és szinte teljesen elfogy a könnyen bányázható arany, ezüst, réz, ón, cink, antimon és foszfor. Kissé irónikus, hogy az elektronikai termékek gyártásához nélkülözhetetlen fémek és ásványi anyagok valójában az aszteroidákról kerültek a Földre. Az eredeti nikkel, palládium, molibdén, kobalt, ródium és ozmium készletek akkor süllyedtek a bolygó mélyére, amikor az még forró, olvadgolyó volt. Ezeket az ásványi elemeket a bolygó hatalmas gravitációs ereje húzza a Föld középpontja felé. Aztán, ahogy az új bolygó kezdett lehűlni és megszilárdult a Föld kíreg, olyan körülmények alakultak ki a naprendszerben, amelyek miatt aszteroida eső hullott a Földre, és ezzel megérkeztek a modern gyártási technológiák alapanyagául szolgáló ritka és kevésbé ritka fémek is. A NASA és az űrkalandor vállalkozók már felfedezték az aszteroida övből hozott fémekben rejlő piaci lehetőséget. De arra még nem mindenki jött rá, hogy sokkal logikusabb, ha a kitermelésnek a Marsról indulnak neki. Ezeknek a műveleteknek a Mars és a Ceres nevű törpebolygó is ideális bázisa lenne. A feleslegessé vált teherhajókat a Hóman pályán néhány hónap alatt olcsón vissza lehetne juttatni a Földre, vagy a marsra, ahol szintén igény lesz a telepek megépítéséhez és fenntartásához szükséges alapanyagokra. Nem kell nagyon megerültetni a fantáziánkat, hogy elképzeljük, ahogy a bányászhajók folyamatosan ingáznak az aszteroidák és a mars meg a marsi gyárak között, ahol a ritka fémekből egzotikus késztermékeket állítanak elő, amelyeket hazaküldenek az anyabolygóra. Képzeljük csak el, Rápillantunk az iPhone 30-ra, és az áll rajta. Made on Mars. Az aszteroidák a mi bankbetéteink. Egy 12 méter hosszú S-típusú aszteroida, az aszteroidák több mint 15%-a S-típus, vélhetően mint egy félmillió kilogramnyi nikkelt, aranyat, platinát, ródiumot, vasat és kobaltot tartalmaz. És ez az információ nem marad észrevétlen. A 2012-ben átszervezett és Planetary Research névre keresztelt vállalkozás az aszteroida bányászatot választotta fő profiljául. A befektetők között megtaláljuk például a Google egykori vezérigazgatóját, Eric Smithet és a Google társalapítóját, Larry Page-t is. 2013-ban a Planetary is nyomdokaiba lépett a Deep Space Industries is. A cég weboldala egy science fiction film díszletét idézi. Illusztrációként a CubeSat miniműholdak meg felderítő járművek képei szolgálnak, valamint az űrben összeszerelt hatalmas bányászhajó, amely elvileg sosem fog belépni egyetlen bolygó légkörébe se. A Deep Space vezető tudósa Jonas Lewis az MIT-n és az Arizonai Egyetemen tanult. Ő írta az égbányászás, az aszteroidák, üstökösök és bolygók eltitkolt kincsei című könyvet. Az egész kicsit science fictionnek tűnik, pedig nagyon is komoly a dolog. A Deep Space tanácsadói szerződést kötött a NASA-val az aszteroidák feltárásáról, és jelenleg egy olyan kisméretű űrhajón dolgoznak, amely feltérképezni a potenciális bányatelepeket. A terveik szerint 2023-ra már megkezdenék a fúrásokat egy valódi aszteroidán. Addigra a NASA is szeretne egy Orion űrkabinban embereket küldeni az aszteroidára. Amint beindul az élet az első mars kolóniában, az emberek özönleni fognak oda. Elég egy pillantást vetni azokra a számokra, amelyekből kiderül, hogy a Földön évente hányan kelnek útra, hogy egy másik országba költözzenek, és már is láthatjuk, hogy igen sokan költöznek oda, ahol szebb jövő vár rájuk. Ilyen az emberi természet. Az például még ma sem köztudott, milyen gyorsan népesültek be az amerikai kolóniák. 1620-ban a Mayflower 102 utast hozott a Massachusetts állambeli Playmundba. Tíz évvel később megalapították Boston városát, és 1640-ig már több mint 30 ezer új telepes érkezett többségük ment is tovább nyugati irányba. Jamestownnak az első állandó amerikai településnek létrejöttekor 1607-ben 104 lakosa volt, és csak 35 maradt, mire a következő évben megérkezett az első teherhajó a készletek utánpótlásával. De 1622-ben, nem sokkal azután, hogy kikötött a Mayflower, Virginia lakossága már elérte az 1400 főt. Lehet, hogy a marsi kolónia nem gyarapszik majd ilyen szélsebesen. Bár az 1600-as években egy tengeren túli utazás nem sokkal volt rövidebb, mint most egy űrutazás a marsra, és a költsége is hasonló nagyságrendű volt. A jövőben a mars lesz az új világ, a mars ad majd új reményt és új életet milliónyi földlakó számára, akik szinte bármit megtennének majd, csak hogy élhessenek a vörös bolygón rájuk váró korlátlan lehetőségekkel. A mars meghódítása kapcsán azonban egy pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, milyen vékony a határ túlélés és felélés között. Bár a marson nincsenek leigázandó benszülöttek, az anyagi javakért megindult roham könnyen elszabadulhat, és a kincsvadászok tönkretehetik a környezetet, feldúlhatják a kutatók számára értékes területeket, és akár még a rabszolgaságot is feléleszthetik. Az 1967-es Outer Space Tracy, azaz szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más égtesteket, és más későbbi egyezmények is azzal a célral jöttek létre, hogy a Földön kívüli területeket köztulajdonnak nyilvánítsák. Már számtalanszor bebizonyosodott, hogy az embernek törvények kellenek, amelyek szabályozzák a viselkedését és helyes magatartásra kényszerítik. Ha ezt elszúrjuk, ha megismételjük a múlt hibáit, annak beláthatatlan következményei lehetnek. De ha jól csináljuk, akkor az emberiség jövője hihetetlen gazdagságot ígérhet. 9. A Végső Határ. Alig 500 évvel ezelőtt Ferdinánd Magellán öt kis hajóval elindult nyugatra, olyan vizek és tájak felé, amelyet európai ember addig sosem látott. Bár Magellán azzal a célral indult útnak, hogy találjon egy Ázsiába vezető új útvonalat, semmi sem garantálta, hogy utazása sikerrel jár. Senki sem tudta, hogy egy hajó képes-e eljutni az Atlanti óceántól a Csendes óceánig, Dacára annak, hogy Kolumbusz és más felfedezők is jártak már arra. Magellán flottája két évre elegendő készleteket vitt magával, ám a föld körüli hajóút végül három évig tartott. Egy kivételével valamennyi hajó elveszett vagy megsemmisült, a legénység számos tagja odaveszett, és a Fülöp-szigeteken Magellán maga is ellenséges törzsek áldozatául esett. A túlélés komoly nehézséget jelentett, és sokszor pusztán az emberi találékonyságon múlott. Az az utazás mindent megváltoztatott. Beköszöntött a felfedezések kora. Azzal, hogy a távoli kontinensek és civilizációk, amelyeket óceánok választottak el egymástól, elkezdtek összekapcsolódni, a Föld mérete lényegében megduplázódott hirtelen minden képzeletet felülmúló erőforrások váltak elérhetővé. Az emberek többé már nem egy város vagy szűk pátriájuk lakói voltak, világpolgárokká váltak. Az egykor felfoghatatlannak tűnő távolságok lerövidültek. Birodalmak születtek és pusztultak el. Összecsapott a régi és az új világ, az emberek, növények, betegségek és kultúrák keresztbe kasul bejárták a planétát. Európába eljutott a kukorica, és lovak érkeztek a két Amerikába. Egyes gazdaságok felvirágoztak, mások csődbe jutottak. Az emberek világról alkotott elképzelése pedig kitárult, kitisztult és megsokszorozódott. Egy marsutazás fényében a felfedezések a csupán az emberiség történelmének egy jelentéktelen kis epizódjának tűnik majd. A világunk egyetlen bolygó helyett egy csapásra egy egész naprendszert ölel majd magába. Az egész bolygóra kiterjedő geomérnöki képességeink exponenciális fejlődésnek indulnak. Az előző generációk számára elérhetetlennek tűnő kereskedelmi útvonalak nyílnak meg előttünk. A föld megkapja azokat a fémkészleteket, amelyekre égető szüksége van, és azt a technológiai tudást, amely jó eséllyel megmenti a környezeti katasztrófától. És millióknak ad majd reményt, hogy új életet lehet kezdeni egy másik bolygón. Elszántan és odaadással kell dolgoznunk azért, hogy megmentsük anyabolygónkat. Tudomásunk szerint nincs még egy ilyen hely a világegyetemben. Ha messzi távolból tekintünk a földre, világossá válik, hogy valójában milyen törékeny is ez a mi világunk. Az a rendkívül vékony, kék fátyol, ami ott lebeg körülötte, az lenne a mi összes belélegezhető levegőnk. Az oxigén legnagyobb része az alsó, 1500 méternyi légrétegben található. Egy ilyen távoli pontról egészen másképp tárul a szemünk elé, amely talán majd százezreket ihlet meg. Jobban áttérzik és megértik majd, hogy minden mindennel összefügg, és együtt alkotnak egy véges, zárt ökológiai rendszert, és az emberiségnek talán lesz egy sokkal kifinomultabb véleménye arról, mi is az élet értelme. A marsutazás talán megadja a lehetőséget, hogy valós perspektívából tekintsünk a bolygónkra, ezt az álmot pedig soha nem szabad feladnunk. De nem lehetne mindkettőt. Nem lehetne, hogy űrutazó társadalommá váljunk, ugyanakkor végre valódi egyensúlyban éljünk a természettel itt lent a földön? Nem lehetne, hogy a mars terraformálásának kísérleteiből megtanuljuk, hogyan szolgálhatnánk jobban a földet? Nem lehetne, hogy tanuljunk végre a múltunk hibáiból, amelyekkel a hódítók egész civilizációkat zúztak szét és pusztítottak el? Nem lehetne, hogy a felfedezések legújabb kora reményteli legyen? és a legjobbat hozza ki az emberekből, miközben biztosítja fajunk és az emberiség hihetetlen kulturális eredményeinek fennmaradását, illetve átmenti őket a jövőbe? Rengeteg kérdés marad még nyitva, amelyekre majd csak a jövő hozhat választ. Köszönöm, hogy meghallgattad a felolvasást. Ha tetszett, amit hallottál, örülnék a lájkodnak. Ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis harangot is megnyomod, akkor értesítést kapsz az újonnan felkerülő videókról. Gyere vissza máskor is.